Szép napot kívánok minden kedves nézőnek és vod nézőnek, a Call of című játék első részét fogjuk megkezdeni a csatornán. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire lesz azért parás, mennyire nem lesz az. Hát a legtöbb horror játékot azért végigjátszottuk már a leg, leggyengébb indie daraboktól kezdve a leg, legkomolyabb például a Visage, vagy esetleg az Alienizer, vagy ki tudja, hogy kinek ugye milyen fajta horror a leg, legdurvább. Szóval azért benne vagyunk itt már a horror sztorikban, és az eddigiek során A, a Cthulhu sztorik, tehát Lovecraftnek a, a horror világa Bármelyik játékban is jelent meg előttünk, az nem volt azért annyira ijesztő Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy vajon a Call of Cthulhu az végül is megtörje majd ezt Egyébként nem volt ennek a játéknak magyarítása? Azt nem látta valaki? Én ugye még hogyha mintha lett volna, sőt mintha fel is telepítettem volna Gyertek még egy nagyon gyors ö, rápillantást engedjetek meg nekem. Utulú mondja. Közben, várjál, ö, magyarítás. Kutulunak mondják ők, ö, de hogyha tudni szeretnétek, hogy hogy kell kiejteni ténylegesen az ő nevét, akkor mindjárt megmutatom nektek. Megjelent a magyarítás. Ja nem, nem. Mi, de? Dehogy nem. Itt lenne, de nincs itt mégsem. Ja, én emlékszem erről, mint olvastam volna valamit a... Talán még a PC gurunál is, ott is volt egy cikk erről, vagy egy fórum talán, hogy... Hogy valamit módosítottak, és elhalt a projekt, vagy valami ilyesmi, ugye? Hát akkor nem maradt más viszont számunkra, csak az, hogy... Én fordítsam le angolról magyarra Elnézést, ö, emlékszem már igen, hogy most nem hát tudom hogy miért nem magyar Azért, mert nem elérhető magyarítás hozzá Sajnálatos Vagy ha valaki kíváncsi, hogy hogyan kell kiejteni a Cthulhu szót, akkor How to pronounce Cthulhu Mi már meghallgattuk egy párszor Itt az idő, hogy ti is megtudjátok We are looking at how to pronounce the name of this fictional cosmic entity created by writer H.P. Lovecraft and first introduced in the short story called The Call of, well, that word. Essentially, most people say it either Cthulhu or Cthulhu. There is a great complete video explaining precisely why none of these pronunciations yeah, not sure the video are the itself will have views, and I definitely recommend watching that entire video if you want to learn more about it. But it takes about six minutes to understand in that video. Still, I'll link to it at the end of this video. This word to be pronounced. kajak izé, a másik csávónak a videóját teszi bele a saját videójába. Na, figyelj, 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 most jön. And by the end of this video, you'll be able to pronounce it yeah, as well. And you can correct those who pronounce it Cthulhu and Cthulhu. If you really want to be that guy, if you want to be able to say it just right, press the button in the upper right corner to practice saying it with me, or stick around to learn how we know. Jézusom, persze, rokézem, mond már ki. Hát ez már a másik. Na és most mondta ki, figyelj. Oh, how we know that H.P. Lovecraft pronounced it Hát, hogy így kell a Cthulhu kiejteni. Nyilván ezt a furcsa torokhangot uh, torok hangot nem fogjuk uh, így kiejteni, hiszen a beszéd nyelvben nem hiszem, hogy uh, jól beleillik azt. Tehát értitek, hogy mit akarok mondani. Szenvednénk itt vele. Előzők cthulhu játszottnál? Egy csomó játéka játszottunk, ami Ben Lovecraft világa És maga Tului is megjelent Nem tudom, hogy mire gondolsz ez alatt a kérdés alatt Igen, és PLS, subscribe to my channel <coughs> Igen, itt mindenféle dolgot még elmondtak a srácok Hogyha valaki a videót még egyszer szeretné meghallgatni Illetve a kiejtésére kíváncsi, akkor tessék ide, rakom nektek a chatre Mondjuk nem a timestamphez kell ugranatok Az csak ott bele lett rakva nem is arra lett kitalálva, hogy ki lehessen mondani, mondja közben Terax, könnyen lehet, hogy így van. Na de, lássuk akkor, most már kiderült, hogy sem magyarítás nem áll rendelkezésre, sem értelmes kimondása a szónak. Enter Madness. Belépünk már is itt a vadállatságba. Hé, hey, miért van ott alul ez a dolog? Ti ezt látjátok? Várjál már. Egy pillanat, egy pillanat. Na, oké, okay, oké, okay. eltűnt az asztal alulról. Az nem tudom, hogy miért volt ott. Nem is szóltatok, amíg oda nem néztem a másik gépre. Végi FPS játék, stealth részekkel. Uh, a Call of Duty: Dark Corners of Earth. Nem hallottam róla még, azt hiszem nem, nem rémlik legalábbis nekem. Na most mi történik itt? Várjál, mert be tudok menni a játékba? Az ott teljesen szét van halva. Ez mi? Na, és most itt van az egér. Szerintem a kontrollerrel vannak problémái. Akkor mi lenne, ha kihúznám a kontrollert, és akkor talán nem akarna állandóan megőrülni. Igen, igen, igen. Jó. Aztán nem is volt hogy csak a tálca? Jó, örülök, hogy mindent sikerült meglátni akkor. New game. Gratulálok, Hulg, a ez amit tegnap el is küldtem neked. Remélem, hogy élvezni fogod a King Arthur Nights Tale című játékkal való játszást majd. <coughs> Szóval Boston 1924-ben vagyunk, Edward Pierce az első világháborúnak a háborús veteránja, altatóval és alkohollal öli az életét. Ő most egy magánnyomozó, akinek problémája van azzal, hogy mi az a torpor? Torpor az micsoda? Hallottatok már erről a szóról? Hát gondolom ez a, ez, a, ez a, a, a szenny, ez a nyomor, amiben ő él benne. Uh, hát problémája van azzal, hogy egy olyan, olyan esetet, egy olyan megbízást kapjon, ami ebből ki tudná őt rángatni, ebből a szánalomból, vagy ilyesmi. Oké, okay, szóval pierce hamarosan egy új esetet kell találnia, egy új ügyet, vagy pedig hát az a kockázat áll fent, hogy elveszti a licenszét. Belépünk az őrületbe. Hogyha őrült vagyok, az kegyelem. Uh, micsoda? Mi ez a Call Azt nem ismerem. Egy Lovecraft idézetet kapunk itt a, az erőjére a játéknak. Tom, pulcsák, a... a torpor? Köszönöm, még nem hallottam ezt a szót soha. Pedig azért nem egy játékon vagyunk már túl a csatornán. Ha minden jól megy, ez a játék lesz a csatornán 214. végigjátszása és azért általában leszoktam tudni fordítani őket. Persze lehetnek kivételek mindig. Elég erősen belecsapunk itt az elején a közepébe a dolgoknak. Úgy látom, hogy grafikailag egyébként teljesen rendben van. Ez a tutoriál része, szóval a VASD- vel tudunk mozogni. Ezeket szerintem el se kell mondanom, mindenki nagyjából érti, hogy mi zajlik. Ezek félbevágott halak, cápák. Leginkább cápák, igen. Ha jól látom, bár nem vagyok egy tengerbiológus miatt valaki még megkérdezni. Nagyon érzékeny az egére, kicsit lejjebb veszem a magán az egéren a, a DPI-t. Kontrollal fogunk rácsolni, és... Ezzel mit csináljak? E-betűt rányomom Nem megyünk itt keresztül Nagyon feelinges, már most imádod? Én kíváncsian várom, hogy hová fog ez a sztori kifutni Tehát a, az elejét könnyű jóra megcsinálni Csak végig tudja azt tartani, tudod? Ezt sem lehet megrángatni? Véresek is vagyunk Barlangban is vagyunk És... Uh, alak is vannak mindenütt, ez bizonyos, hogy... Micsoda? Interrekttel nem kell állítani, meg kell felkelőket, ott be kell kapcsolat... Ah, várjál, mindjárt, mindjárt. Bizonyos, hogy Lovecraft világába csöppentünk, ezt már most megmondja az ember. Mmm, egy Hurricane Lamp. Lovecraftnek hajlama van szándékosan túl komplikált szavakat használni. <coughs> És ezt a stílus tök jól átvették a Darkest Dungeon-ben, egyértelmű. Totálisan egyetértek ezzel. A Darkest Dungeon-ben is nagyon-nagyon-nagyon nehéz lefordítani az eseményeket. Ide be kell jönnöm? Nem. Nem ismerjük még, hogy minek a jelölése lehet itt az oldalán ezeknek a dobozoknak. De grafikailag nagyon rendben van a játék. Szépen stabilan fut, nem tudom pontosan, hogy mikor jött ez ki, de emlékeim szerint az elmúlt 5 év során, valamikor kb. 5 éve lehetett, nem? Ezzel mit csinálsz? Kaptunk egy bolt cutter-t. Na, én azt nem is láttam, hogy ott van egy ilyen uh, csípőfogó, vagy harapófogó, de mindegy. 2018-as? Aha. Hol van a révész? Jó a kérdés. Most már a csípő. Aha, igen, automatikusan applikálja. És akkor ezt most így átlöki? Jó, uh, nem menjünk be oda, hanem nézzük meg azt a helyet, amerre ide bejöttünk. Itt is volt ugyanis egy kapu és azt is szeretném megnézni. Lehet, hogy egy helyre vezet a kettő, de lehet, hogy nem. A torpor az egy fél kómás állapot megben fog beszélni valami lény hozzánk, hogy uh, féted mond a csorsal, tehát hogy a sors uh, elkerülhetetlenül húz minket, von minket tovább előre. Jéha. Kell ezekkel valamit csinálni? Nem. Azokkal a. Csak a lámpa fontos ami nálunk van, oké Így gyönyörűen szétrancsírozott élőlények maradványai leginkább belek vannak itt Putrid offering az szerintem valamilyen áldozat akar lenni és az a putrid az pedig valamilyen Na arra jó szót nem tudnék mondani De nagyon sok helyen találkozunk vele a játékok kapcsán Valami valamilyen ö, olyasmihez tudnám mondani, ami tehát nagyon negatív, valami olyan, mint egy ilyen fertőző, valami olyan, mint a pest is, valami gusztustalan gennyes, valami ilyesmihez tudnám a szót szövegkörnyezetből hasonlítani, de hogy mi a pontos jelentés, azt nem tudom megmondani. Jó lesz, nagyon szép a játék, nem tudom, hogy ennyire lesz, mennyire sziasztő, de ilyen leszek, nagyon fogom érezni. Jó van, Varianiszt, örülök neki. Bűzös, rohadt, korhat? Na a, igen, a bűzölgő és a rohadt, látjátok? Gondoltam, hogy valami ilyesmi Ne küzdj, te vagy a kiválasztott Ki lettél választva, mondja Mire haver? És ki beszél amúgy? Elég jó a környezet Vigyényesre van egyébként megcsinálva a játék eleje abban reménykedem, hogy ezt meg tudja tartani később is majd. Hoppá. Minden már megvan írva. Talán megpróbálod majd megváltoztatni a végzeted? Oké, okay, tehát karakterünk egy világháborús veterán. Ha jól emlékszem. Valami ilyesmit olvasunk? ugye? És most... Utálom a viszkit mondja. Igen, felébred az irodájában. Mi ez? Kíváncsi vagyok, hogy még miért szedem még mindig ezeket a szereket. Azt mondja, hogy amikor a háborúban visszaértem a doktor, akkor írta nekem fel receptre ezt a altatót. Uh, aha, esküdöztek, hogy uh, a rémálmoknak véget fognak ezek vetni. De hát egy ideje már egyre kevésbé van bármilyen hatásuk is. Tehát, hogy így kezd hozzászokni a csávó szervezete, gondolom. I used Gyakorta olvasott a csávó. Hát mondjuk nem tudom... Lexikonokat olvasni elég unalmas lehet, nem? Ha jól sejtem, a játék egy indi játék top ügynökség. A Wentworth Agency egyébként. ügynökség, ugye ez egy. A Wentworth Agency Doesn't attract top-notch ügynökség. Többször is rá lehet nyomni. A lényeg arról beszél, hogy a legkomolyabb -leg ügyeket azért nem vonzza a, az ő detektívizéje vállalkozása. Itt van valami. Már csak lehet ezekkel interakciózni. Itt van egy megoldott, egy lezárt ügy, ez egy zsarolási ügy volt. Egy bár tulajdonos, aki felfogadott engem, nem kedvelte azt a módszert, ahogy lezártam az ügyet, ö, de amikor már eleve a törvényen kívül jársz, akkor nem tesz túl sokat ö, egy magányomozó ellen, akinek ö, bizonyítéka van ellened. Ezt nem tudom, mire mondja, de jó, köszönjük. A fejrat nem lehet nagyobb. Hát, Plotnyik úr, ha szeretnéd, megnézem. Be lehet kapcsolni, <coughs> és nagyjából ennyi. Minden epikusra van állítva egyébként. Nem. Nem, 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 nem. Nincs nagyobb méret, sajnálom. Ezzel együtt kell tudnod élni. Natural sciences linguistics, Archeology. Természettudományok, archeológia, a linguistik, linguistics az micsoda? Az valami nyelv, szerintem igen, mert a language, linguistik, szerintem valami nyelvtudományok, meg ilyesmik vannak itt. Csaba 84, köszönöm szépen a Blairnek ajándékozott szuggiftet, igazán köszönöm a támogatást, nagyon kedves tőled, köszönöm szépen. egy uh -huh, csodálatos helyi zenét leállítottuk. És mit találtam? Valamit felvettem. Mm, mi történik? Ez miért jött be? Felvettem valamit az asztalról, nem mondta meg, hogy micsoda. Mindegy, itt van valamilyen Pierce Investigation Agency, ez valamilyen 24. október 20 van egyébként. Hát ez, ez jó, jó, kérdés, hogy milyen nyomozó ügynökség, Pierce nyomozó ügynökség, ez, ez lehet, hogy, lehet, hogy valaki másé. Mert a miénk, meg egy másik, valami veszt, nem tudom, milyen néven volt ott a falon, nem, mindegy. Oké. Okay. A doktorok folyamatosan azt hajtogatják, hogy többé nincs szükségem a gyógyszeremre, hogy az emlékeimet kordában tartsam, de tudom, hogy ha leállok a szedésével, akkor az emlékek vissza fognak térni. És talán egyikén azoknak a reggeleknek, nem fogok többé felébredni sem. Hmm. A kezelés ellenére újra hallom a hangokat az álmaimban, de ezek most mások, ismeretlenek. Megváltozott a menetirány. Venkáiknál nagyon szépen köszönöm a rédet, sziasztok! Mit játszottatok, meséljetek! Azt mondja, hogy szóval valami ősi mélységből törnek felszínre ezek a, a hangok. Miféle névtelen lény hív engem. Azt nem tudom, hogy hol talált, vagy honnan jött rá. Ígyunk egyet, vagy ne? Ne ígyunk, nem. Azon a lényeg, hogy ne ígyjon a csávó. Nem Igen, hallgatlak. Edward Pierce vagy? Magánnyomozó? A Wentworth Detective Agency-től? Igen, pontosan. Hello, Mr. Pierce. Lucy Sherfield vagyok. Ja, ő a cég, cégétől hívja. Aha. Van valami probléma. Tűzpusztította el a dokumentumai egy részét. Személyes információinkat szeretnék összeszedni. Értem. És akkor itt lehet egyfajta ilyen kis RPG elemeket is bele csempészni a játékba. Uh, van 8 CP-m, A CP az mi lehet vajon? Uh, uh, CP. CP. Karakterpont, a karakterpontok, oké okay, megvannak. Szevasztok, Menkájék, sziasztok. A pia ez nem lehet véletlen a Pierce Investigation Academy, igen, 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 igen. Viccesen hangzik ki magyarul a rövidítése. Okultizmus. Azt mondja, hogy ez reprezentálja a tudásodat az okult tudományokról. Hogyha ezt a szquet fejleszted, akkor azzal. Uh, az okult tárgyak használatát könnyebben meg tudod mondani meg a valamilyen mítoszról való tudást könnyebben ki tudsz fejezni magadból. Oké, okay, van gyógyszerünk, ami a gyógyszerészeti tudásunkat fogja elmagyarázni, vagy feltápolni. Mhm. Uh -huh. Tehát itt gyakorlatilag medikai... mi Orvosi problémák lehetnek a játékban, és akkor nekem diagnózis kellene felállítanom meg meg kell értenem a problémát magát, és akkor ehhez kell ez a medicine. Ez azért elég érdekes, szerintem erre nyomnunk kell egy pontot. A nyomozáshoz értünk a legjobban, valamint az erő nálunk, az erőnk az, ami a, a legkomolyabban rá van tolva. A pszichológia esetében az emberi viselkedés ö, tudományát lehetne itt tápolni, megérteni, hogy mi motivál egy szemét, mi van a viselkedésem mögött, értem. Ez a spot hidden, ez micsoda? Ja, hogy fel, könnyebben felfeded az elrejtett tárgyakat. Kicsit jobb eséllyel találsz titkos dolgokat. Hmm, egyébként ez nem rossz. Ez nekem tetszik. Mondom, hogy az okkultizmus és a medicine az is, az, arra is szükség lesz. A nyomozás az mit csinál? Ez feltápolja az esélyeket, hogy megértsd a múltbéli eseményeket azzal, hogy egy bűntényt analizálsz, vagy egy tárgyat, vagy pedig... Oh, és még a zár is értem. Az erő az csak annyi, hogy zárak, ajtóknak a feltörése erővel, vagy pedig ugye az erőszaktétel fizikális és verbális az interaktív discussion során értem. Tehát ez gyakorlatilag mindennek van értelme feltolni, hogyha jól látom. Uh -huh. Ezzel tudnál manipulálni másokat egy kicsit a beszélgetések során. Az eloquence -szál. az nem tudom micsoda. Okkultizmus és medicine. Én mind a kettőre rányomnék egy-egy pontot. Bár az okkultizmusra négy pont kell. És jelenleg nulla százalékban vagyunk rajta. Egy per 5 ponttal? Ja nem, azt rakod éppen fel. értem. Akkor így van már 5 százalék okkultizmus ismeretünk, ez rohadtul kevés. Mi? Három cp re van szüksége a szint előtt? várj, most ezt rátolod. Akkor még mindig van 6. Ja, hogy itt szinteket lép. Á, és hogyha erre is rátolsz még kettőt, akkor a második szinttel már. Fogalmunk nincs, hogy mi lett itt minden jobb, értem, nem értem amúgy Fogalmam sincs, hogy mi ez Gondolom, hogy néhány pontot kellene ráadni legalább 10%-ra, vagy mondjuk el másodikra, mit tudom én Nyomjunk be így, ide is nyomjunk be kettőt, még mindig van kettő elérhető karakterpontunk, fogalmam nincs, de nyomom Lehetne esetleg ez a spot hidden ezzel kicsit a rejtett tárgyakat jobban észrevennénk. Na, hát nagyjából szerintem így lenne érdemes ezt kezdeni, mert minden a következő szintekre lett tolva, ami elérhető. Oké, okay, validálom. Lássuk. Köszönöm az információkat, Mr. Peace. Egy, ö, feltetnék esetleg egy ö, szenzitívebb kérdést? <coughs> Mm -hmm, szóval, hogy a, a megbízókat közelről szeretnék ugye monitorozni, tehát figyelemmel tartani. És úgy tűnik, hogy kevesebb új ügyet fogadunk el mostanában. Mm -hmm, hát mert kevés, a menő. Na, Mr. Pierce pontosan jól tudja maga is, hogy soha nem volt több nyomozásra váró ügy, mint manapság van, mondta a nő a telefonban. Uhum. Igen, itt mondtuk neki, hogy hát nem érnek azok szart sem. A nő meg azt mondta, hogy hát annyit érnek, hogy ne veszítsük el ugye a, <coughs> a licencünket. Minek neveznénk ezt? Hát valamilyen uh, um, igazolvány, gyakorlatilag. Uhum. Jó, szóval tovább fizetnek minket, hogyha bebizonyítjuk rátermettségünket. Jövök már közben. Engedély? Az igen, köszönöm. is nekem jutott eszembe az engedély szó. Jogosítvány jutott volna eszembe, amúgy még. <gül> <gül> Igen, szóval valaki nevében érkezett, akit nagyra becsül. És azt kell, hogy mondja, hogy mindenre számított, kivéve egy ilyen részeges vickó barangjára. Bármikor eléphet, uram. Tudja maga, kihez beszél? Stephen Websterhez. All of Boston knows you. Mindenki ismeri magát vetsze. vagy izé Bostonban. műgyűjtő az öreg. Meg még mondtak valamit róla, de a műgyűjtő volt, gondolom a lényeg. Hogyha hozzám jössz, az azt jelenti, hogy eléggé kétségbe vagy esve. Senki nem hisz nekem. Azt hiszik, hogy egy öreg hülye vagyok. Sára, a kislányom, meghalt. Sarah Hawkins. Hawkins volt, még maga is biztosan ismeri. Yes. A festő? Igen, mindenki ismeri az ő munkáit, mondjuk neki erre. Micsoda? Tehát, ugye őt gyanúsítja a rendőrség, hogy megölte a családját, mert mindannyian meghaltak a tűzben. Sára, a férje, Simon, az unokám. Semmit nem tettek egy nőért, aki már meghalt, mondjuk neki. Találja meg az igazságot. Azt mondják, hogy őrült volt, de tudom, hogy ez hazugság. Soha nem tett volna ilyet. Hát, hogyha nincs bizonyítéka... Elhoztam mindent, amin van. Nézze meg, mondja. Azt akarom, hogy nézze meg alaposan ezt a, ezt a festményt. Assumption. Mondjátok már, mit jelent ez a szó. Tehát, ami, ami, csak az eszünkbe jut, ilyen... Uh... <kül> gondolatok erről, azt mondjuk el neki. És mit kellene találnom? Mondja meg, hogy ez az őrületből jött ez az egész. Tehát ez, ami, ez a festmény. Hát az assumption. Feltevés? Nem tudom. Nem teszem be. Jó, megnézzük, megnézzük azt a képet, igen. The szóval csak So van egy can <coughs> Jó, rakott egy, ö, még egy leírás is, valami fájlt ide, egy dokumentumot. És akkor ez... Ez már egy nyomozás maga? Akkor először el kéne olvasnunk ezt a, a dolgot, hát? Darkwater. Darkwaterben van egy raktárház. Mm -hmm. Meg valami sketchek vannak itt a Hawkins családról, rajzok, ugye? Hát ez azért... Ez nem sokat jelent Shipping label? Azt gondolom valamilyen szállítmányozási címke lehet Némely része azért elolvashatatlan, de tudom venni azt, hogy Darkwater 36-os számú raktárháza ez, ez mondjuk akár már megérne, megérne egy odamenést Megnézni, hogy mi van, azt mondja, van egy rendőrségi jelentés azt mondja, hogy az ebédlőben kezdődött a tűz, és az egész családot el Marta. <coughs> a rendőrség uh, háztartási balesetnek minősítette ezt az egészet, de még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy Sarah, Haw Sarah Hawkins, Sára, uh, hát eléggé törékeny volt mentálisan, de vajon miért? Itt van egy kivágás a helyi sajtóból a házasságukról Sárának, meg Károly Hawkinsnak. Károly egy üzletember volt Darkwater szigetéről. Eléggé visszafogott, ilyen elvonult, félrevonult életet éltek ők Simonnal, az egyetlen fiúkkal. Jó, és ez mi? It's Uhum. Szóval nem igazán, annak ellenére, hogy mennyire szép nehezen rejtegeti el ezt a, ezt a durva rettegést, félelmet, ez a festmény, amit itt magunk What előtt látunk. Mit vesz ki ezekből az elemekből? Ó, oh, aha. Uh, hát na itt akkor jó kérdés, hogyha ilyen uh, messzefektes elemek lesznek. Hát rossz csávót kérdez. Mhm. Olvastam a nőnek a mentális problémáiról a jelentésben. Hol lakott Sarah Hawkins? Darkwater, soha nem hallottunk a Víz nevű helyről. Kis távoli sziget, Boston partjait odébb ott lakott Sára, a feleségével, meg a gyerekével. Hát akkor gondolom, hogy elmehetnénk oda. Igen, az a sziget tartalmazza a titkot a lányommal kapcsolatosan, úgyhogy nekem azt fel kell fednem. Jó. Figyelj. Mi van a mentális problémáival? Gyengeségével, törékenységével. No. Sárának látomásai voltak. Ezt <coughs> mindenki tudta. only Legyet hmm, egy se bántott volna. Azt, azt, mondta, hogy látod, hát látod dolgokat. dolgok. dolgokat? sincs, hogy ez alatt mire gondolt. Mit ez az, hogy valaki enigmatikus figura? Enigma az olyan, mint a Batmanból. Igen, meg kell tudnom a, a, az igazságot az életéről, meg a haláláról. <coughs> Titokzatos figura volt a lánya. Oké, okay, rendben. Uh, mi van itt a 36-os raktárházzal a kapcsolatban? Sára right. It came with Sarah's last painting. Sára utolsó festményével jött ez a. Ez a nyom. Jó, meg kell Jó tudnunk. El kell Dark water. Jó, megtaláljuk a majd a raktárházat. Rendben. 36. És... Figyelj, valami nincs rendben ezzel a sztorival. Mert hogy a férje az egy nagy, nagy kutya volt ott a szigeten. A rendőrség mégis ragaszkodik ehhez, hogy baleset történhetett. Ha már megemlítik, hogy Sára a mentális állapot elég törékeny volt. Igen, elhiszem, hogy igaza van, uram, mert ez, a, ez az ügy ez nem tűnik annyira egyszerűnek, mint ahogy ezt így beállítják. Igen, vagyok ennek. Több van ebben az ügyben, mint csak hogy baleset lett volna. Oké, okay, ez minden információ, amire szükségem van. Kezdem azt hiszem érteni. Mm -hmm. Szóval a lánya becsületének visszaszerzése érdekében bármit megtenne az öreg, azt mondja. Nyugodjon meg, önnel vagyok. Oké, okay, akkor rakjuk össze a dolgokat. Meghal egy... meghal egy művész egy, egy lakástűzben az egész családjával együtt. Az egyetlen nyom, az valamiféle furcsa festmény, amit Darkwaterből küldtek pont a halála előtt időpontokból, vagy időből. Mi ez a folly? Úristen, ezt több helyen is láttam már ezt a szót. Igen, meg kell találni ott a, uh a raktárházat, és rendesen megfizet majd érte, hogyha I'll go to Darkwater. Megfejtem ezt az ügyet. Rendben. Lássuk. Thank you, Mr. Peters. az ügyet. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. Valami furcsa. It's not like I have a choice. Nem, mint hogy esélyem lenne, ja, arra, hogy ez válasszak. Nem, mint a választásom lenne. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. És akkor most itt uh, különböző kötetekből kellene megtudnom, már csak ez milyen könyv? Ó! Oh. Aha, ez valamilyen uh, orvosi könyv. De most ettől, hogy ezt itt felvettem, kaptam extra pontokat? Nem, úgy ki, hogy nem. I used to be an avid reader. Jó, ott ne, nincs semmi. Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs Ez off with girlfriend. egy lezárt ügy, hogy egy... Uh, uh férjes asszony barátnőjével lelép, és a, férj pedig nem tudta ezt feldolgozni, nem, nem, tudta megérteni. Hetekkel később is még uh, hívogatta a férja, a nyomozót, a csávót, ugye, hogy tehát miután már le volt zárva ez az egész. De gondolom, itt még nehezebben fogadták el a homoszexualitást. Elképzelhetetlen volt, hogy egy nő egy nővel uh, lelépjen a férjétől. Ez micsoda? Is off the coast of Boston. Mm hmm, so i have never heard of it. According all I have to do is go to I just hope that I can find a boat aid to the az, amit tudjátok micsoda kikötő. Igen, tehát Boston partjaitól egy kicsit kívülebb van Darkwater de soha nem hallottam róla. A könyv szerint gyakran említették a uh, 19. század végén, amikor bánavadászattal foglalkoztak itt sokan, de hát utána viszont annyira nem. Nézzük csak, hogy a Darkwater szigetét uh, 14. század óta lakták, tehát egy lakott helynek volt nyilvánítva, és még mindig a az ott élő elveszett törzsek emlékeivel egészen gazdag. Azt mondja, hogy jó, ez valamilyen felesleges szöveg. Mi? Ó! Oh, igen, szóval, hogy nagyon agresszívak voltak az istenek, akikben ezek hittek. Ó, oh, nahán. Hm valami tengeri vagy, vagy álombéli istenről beszél, egy hatalmas nagy gigantikus lényről, ami, ami az elhagyatott barlangoknak a falára van gondolom felfestve. Érdekes. De a mai lakók, a lányaik és a fiaik azoknak a büszke bán vadászoknak még mindig emlékeznek azokra a titokzatos, meg rengeteg sztorikra. Aha. A szigeten a lévő eseményekről. Na jó, hát akkor elhagyjuk ezt a helyet, és elkezdjük a nyomozást. Gondolom, hogy mást itt már nem kell összeszednem. És ezzel kaptunk egy cp egy karakterpontot, amit elosztatunk bárhová. Ez a chapter 2 már is, tehát gyakorlatilag nagyon gyorsan áthaladtunk a, az első fejezetten. Pierce elvállalta elvállal elvállal a Hawkins esetet. Az átko átkozott művész azzal gyanúsítják, hogy ő okozta a tüzet, tehát ő indított tüzet, <coughs> ami megölte az ő családját, a férjét és a fiát is, ugye. Az egyetlen nyomunk az a furcsa festmény, amit az apja elhozott nekünk, eléggé zavaró, amit rajta látunk. Van pedig még ugye egy raktár, amit tudunk már, és kb. ennyi. <coughs> a Darkwater sziget pedig egy nagyon jó startpontja lehetne a nyomozásnak. Régi játék, 2018-as állítólag. Látszik, hogy oda megyünk egy hajóval. Mivel mással mennénk oda egyébként? Egy szigetre. És most sem be, majd még csak a, a főcím. Kíváncsi vagyok, hogy lesznek -e a játékban vajon más esetek is, amiket ki kell nyomozni, vagy ez uh, arra irányul csak, hogy ez az egy ügy van, és ezt ezt kellene megfejtenünk. A Cianic Stúdiótól az ő fejlesztésükben láthatjuk a ját játékot. Final Fantasy zene van benne? Csak nem. Az csúnya lenne nem, hogyha felhasználnánk. Feltételezés, igen Joker ez a szám Köszönöm szépen. Köszi, köszi. Well, Már majdnem ott vagyunk, mondja Fitzroy. Mondom a hajó kapitány vagy, 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 vagy matróz, nem tudom. Valamelyik lehet. Kuluhívása. Érdekes, érdekes, ö, már, már is megjelentek éppen az első fejezetben is azok a megszokott jelek, amik ö, ezekben a történetekben ott szoktak lenni. De, de tömegével egyébként. Maga a sziget is, amit ott olvastunk róla, a legendák, a hatalmas lény, gigantikus lény, ami a barlang faláról köszön vissza, az agresszív istenek, akikben a helyiek hittek. Ö, meg a csávónak a rémálmai, ugye? <coughs> Ezek mind ilyen központi elemek szerintem. Csoda, ahogy maradjon ö... fedélzetem, mert hogy jönnek fickók, akik majd cuccokat le dark Üdv szigetén, Mr. Pierce. Köszönöm, Fitzroy kapitány. So, what wind Na, mi fújta magát? Kérdezi az öreg Fitzroy. Mond magának valamit a Hawkins eset. A Hawkins ügy. Szabadú történet, amit mindannyian szeretnénk elfelejteni. Hawkins Károly. Uh, mit jelent az, hogy landlubber? Az ilyen kalóz kifejezés, ilyen tengerészeti dolog a landlubber. Az nem pont valami olyan, hogy a... Valami földi pockány, aki a, a földet lakja, és nem pont a tengerészek közé tartozik. Mit jelent ez? Tehát, hogy ne, nem, nem kalóz, hanem szárazföldi fickó. Szárazföldi patkány, ezt mondanán? Földszerető, szerető, nem land lover, a land labber. Jaj, te árnyék Na nézzük. De attól ennek elére jó ember volt. És a, mi van a sárával, a feleségével? Kedves fiatal nő volt. Nagyszerű festő, micsoda tragédia mondja. Földi munkás. Go have a drink stranded whale. Inkább. Mitchell may hogy be very welcoming, Nem lesz annyira uh, welcoming, hát szívélyesen üdvözlő típus, tehát nem látja magát olyan szívé. Nem lesz kitörő öröm, tudod, amikor meglátja az új figurát, a csapos. Őt uh -huh. meg ebben fogjuk megtalálni rengeteg-rengeteg dokumentum van, ami érdekelhetne minket Oké, okay, egyőre itt felfedezem a, a dolgokat, majd utána foglalkozunk minden mással Hát remélem ezért nem arról fog szólni pont a játék, hogy az események helyett inkább olvasgatunk dokumentumokat Én szeretném, hogyha a nyomozáson kívül azért történések is lennének benne, és ebben reménykedem, hogy, hogy olyan is lesz A játékról egyébként sokat nem hallottam, tehát nem... Nem nagyon láttam másnál játszva sem Remélem, hogy ez nem egy intőjel arra nézve, hogy esetleg nem lesz annyira jó Én még reménykedem benne Aki nem ismeretes a hajózásban az ellen La köszi És ezt fel lehet innen venni? ez az Istentől gőzöl ennyire? Az öreghez bemehetünk, esetleg elolvasni azokat a dokumentumokat, amiket emlegetett. Itt mit találunk? Broken. This place seems half a igen, elhagyatottnak tűnik ez a hely. Ez a csengő, ez nem működik. Horgász felszerelés. Halász pontosabban. Jót tenne neki egy kis rozsda oldó, a Rozsda leszedő valami. Hát itt ki lehet csavarni a gyíkot, hogyha esetleg nagyon szeretnétek, vagy az öregét. A szem az biga csiga, mi a helyzet? Uraanyávú után szerintem bármire fel vagyok készülve, nem csodálom, teljes mértékben egyetértek. Egy jó ideje nem használták már ezt a táblát. A szilla. A Micsoda. Hogy végül. Um, te mit tényleg van itt? Egy hajó, mi ez? De nem, mert ezzel jöttem. Ó, oh, igen, szóval az itteni... Uh, mondjátok már mi az Istennek a neve Harbornak. Öböl. Na igen, az Öböl, Öböl bejáratánál végezte az a hajó. Azt hívják Skullának, de milyen jól néz ki, tényleg ott van. Tudjátok, hogy mi volt a párja Szküllának. Na, na ki tudja? 30 fontért. Itt is kinyitjuk az öreget, hogy keresztezett legyen, mert nagyobb üdeset fingot. Majdnem azt olvasom, hogy bugócsiga. Nem, bigacsiga. Nagyon kedves... Uh... Hölgy, úriember, nem tudom. Mm -hmm, itt van a kettes számú orvosi tudománykönyv. Medzin Progression. Ilyenkor lehet nézni, hogy. Á, ah, 24%-os őrületbe vagyunk. Van amúgy egy karakterpontunk, amit szerintem nem osztottunk el, nem? De lehet, hogy azt nem lehet csak úgy. Uh... Ah, értem, értem Ezeket csak úgy lehet feltápolni, hogyha tárgyakat találunk a, a környezetben Még jó, hogy ráadtunk néhány pontot És akkor a nyomozás, az erő, a verbális manipuláció képessége, meg az ilyen dolgok Ezeket meg itt is lehet ugye fejleszteni, jó? Igen, azt, azt köszönöm szépen, kérem ezt a pontelosztást Karibbis, igen, de ki írta először? Csaba, hát akkor Csabának jár a 30 pont. Bizony, Nomen rosszul írta, úgy nem számít. Ez a kiknek lehetnének Fitzroy-jal, az öreggel, aki itt van. Ez. Férfi, aki ugyanúgy néz ki, mint ő. Egy hajó hídján áll, falába van, imádja a rumot. És egyébként kalóz. Gondolom. What a souvenir. Ja, ez egy elég, elég durva souvenir, hogy valakinek itt a falába... Hát igen. Dorvéc -olc. Menjünk le és kérdezzük meg az öregtől, hogy mit hívott reggelire. Nem biztos, hogy rosszul írta, de igen. I Hawkins cargo manifests. Mm -hmm. a Hawkins Károlynak a <coughs> ilyen uh, szállítmányozási, nem tudom, kéziratait. Az van vannak maga mellett, de igazság szerint valószínűleg csalódni fog, mert... Jó, oké, okay, megyünk majd fel a fedélzetre, hogyha végeztünk. Melyik asztalon? Bocsánat, miről beszél? I wonder what Captain Micsoda? Van itt egy, találtam egy levelet, amiben fenyegették az öreg kapitányt. Oké, okay, szóval a. Agreement, azt tudod, amikor egyesség, tehát annak a. A terms, na várjál. Tehát, hogy megegyeztek valamiben, és akkor vannak ennek feltételei, ugye? És ez az, az volt, hogy a, a, az embereit az öreg irányítás alatt tartsa nem engedheti meg magának, hogy provokálják őket, Ö, nem kell válaszolni erre az üzenetre. Aha, csak adja át a zsetont a carriernek. nem tudom ki lehetett ez. Ez egy új egy nyom. Beszélnünk kéne az öregről ezzel? Na itt van közben. Ezeket mind Károly írta alá. De ennyi a lényeg. A... Gyakorlatilag többet nem veszünk ki belőle. Csak kettő dátumot lehet elolvasni rajta, 1890-1907, meg egy részbeli dátum. A maradéka a dokumentumnak teljesen ki van húzva feketével. Ki akarná ezeket az információkat ugye, cenzúrázni? Ez egy nagyon jó kérdés. Ha, és az öreg azonnal elment, azt mondta, hogy a, a decken fogunk vele találkozni. A deck az nem a hajónak a fedélzete? Ez itt a deck. Itt dekkol az öreg. Mi van? Mosom a küldött nekem egy üzenetet, meg és károgott benne. Te is jól választottad meg a pasiaidat, hát nem mondom. Strandit vélnél vale a vizékről beszél, a bu bunyókról, meg a tengerészeinek a... életéről. Köszönöm Citrozoi, hogy folytatod a wtf jóvatából jó voltából subgiftet, és a harmadik hónapban léptél. Köszönöm szépen. Szóval maga jelenti a környéken a törvényeket? Nem mennék olyan messzire azért, annyi, hogy én vagyok az utolsó szolgádban lévő kapitány Sötét víz szigetén. Mondd meg, hogy mit tehetnék, hogy segítsek nekem. Mm -hmm. Hát az van, hogy a dokumentumokat nem nagyon lehetett itt elolvasgatni. Cenzúrázva vannak, teljesen olvashatatlanok. Igen, azt én is láttam. De nincs ötletem, hogy ki csinálta, vagy hogy miért tette. Nem emlékszem, the uh... mit jelent counter-signolni valamit. Az ilyen. Uh... Szájnolni, valamint az az aláírás és a counter sign az mi? Tehát így keresztben nyomon? Számolsz hogy vagy, mi a helyzet? Tehát, hogy a dátumoknak van valami jelentése, azt kérdezi? Uh, figyelj, hát mit csinált Károly? Igazán a megélhetésért. Tehát mi volt a foglalkozása. Tudjuk, family. hogy uh, hajó tulajdonosok... Uh, hajó tulajdonosok családjából, abban a vérvonalából származik a fickó. <coughs> 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 és hogy itt a... a hal, a halipar a környéken, halászati iparág, az hát elég, elég szarul, megy mostanság. Igen, hát a, ugye arra vannak ezek rá, speckózva az itteniek, hogy bánavadászata... Ellenjegyezni? Mit jelent ellenjegyezni valamit? Amikor két ember is aláír valamit, köszönöm. 1847-ben volt valami csodálatos fogás, mire az catch, és akkor utána meg... Uh, utána már nem olyan voltak itt. Na, honnan szerezte a pénzt a család egy Hát... Károly örökségéből. Ha bár a dátumok, azt is mondanák, tehát azt is árulnák, hogy másféle szerződései is voltak a csávónak. Kíváncsi vagyok, hogy kivel mondjuk neki. Üm, hát kérdezzük meg az öreget darkwater Ki? Várj csak, ez a, ez a kép? Igen, nagyon hasonlít magára. <coughs> Néztem ezt a képet. Fickó van rajta. Igen, láttam azt, akiről beszél. Érdekes a hasonlóság, ugye? Azt hittem, hogy maga az, de falában. Ja, jó indokkal gondolta ezt, hiszen az az apám a képen. Az apja? Fitzroy John. Fitzroy János. Csúle kapitánya. Itt van a falában. Megnézheti, hogyha érdekelt benne. Uh, és ki az a cat? Láttam egy ilyen fenyegető, egy zsar, fenyegető levelet, vagy nem tudom, mire nevezzem. Oké, okay, szóval, hogy nem bánom, hogy a, az irodámban kutatgat, de azért a személyes dolgaimat azért hagyja békén, mondja az öreg. Zsarolják magát? Nem, nem pontosan nem. Oh, Ó, védelmi pénzt szeretnének kapni valaki, értem. És akkor van itt ez a nő, aki ugye védelmi pénzt követel, megijeszti a öregnek az embereit is, legalább annyira, mint amennyire a sajátjait is, tehát valami veszélyes nőcére. Nem, nő nem tehetne bármit, hogy megállítsa? Te csak ne aggódjál azért, mondja. Oké. Okay. Uh, beszéljünk a raktárházról, a 35-ös számúról. Esetleg tudja, hogy merre van? Ott pontosan. Gondolom, hogy a Jetty velemben van, akármi is lenne a Jetty. Ugye, ki ezt tartozik az épület, ugye? Hmm. Nem, nincs atletan. Azt gondoltam volna, hogy megtudja már. károly, jaj, te! Úristen, jó. Jó, azt hittem, hogy az épület komplexumban Károly bérelte a 36-os, mit tudom én, valamit érted, és akkor hogy az egész kicsodáé, de mindegy. Kiderült, hogy ö, Károly a 36-os. Hát, amit már eddig is tudtunk. Igen, szerintem valaki azt akarja itt, hogy kutassam azt a helyet át. Jó, be nem kellene, hát akkor jöjjön vissza, amikor valami újdonságot is talált, mondja az öreg. Hát mondjuk hát átkutathatnám itt a személyes cuccait egy kicsit még jobban. Bár nem hiszem, hogy találnék még dolgokat. Itt még már jártam fent, ugye? Valamit itt is kiforgattunk. What a már yep. Nem, nagyon más nem fogunk összeszedni. Innsmouth városára emlékeztet ez a hely, árnyék Innsmouth, fölött történet, nem lepődnék meg, a másban is hasonlítaná. Lehetséges, könnyen lehet, nem tudom, nem ismerem azt a sztorit. Az egy film, vagy egy könyv, vagy. Na, Isten láncol. Többé nem is vagyunk otthon a saját szigetünkön, nyugodj meg, nem éri meg. Megmondtam neki. Majd megtudja, hogy milyen az igazi tengerész. Jó van, jól van. Itt az egyik próbálja nyugtatni a másikat. É, jó. oh, nem fogok megijedni valami csajtól, mondja. Fel fognak hasítani, a szar. Nyugodj már meg, mondja, te idióta. Értem, szóval itt ténylegesen van egy nő, aki zsarolja a tengerészeket védelmi pénzért. Ez micsoda? prohibition is a joke around here. nem tudom, hogy az valami valami lehet. És erre felé ez víz kategóriában megy ugye, és a szarják az emberek. Lovecraft novella? Ja, értem. Hát akkor meg... Persze, hát nyilvánvaló, hát róla szól a... Story. Az ő világáról. Alkoholtilalom? Na, köszönöm szépen. Igen, ezen a helyen Valószínűleg tényleg csak vicc kategória ez Elén köpött az a tengerész, és gyorsan rúgjuk vissza a szájába A nyomozó nem akar balhét Szeztilonok, köszönöm De mégis! Na, nagyon helyes, jól van Legyen óvatos Mondta neki Na, hát így kell lennie el, hát gondolom, hogy nem fogok mellette csak úgy elsétálni Már most meg lehet mondani, hogy az a nő az, aki a védelmi pénzt akarja a helyi, helyi arcokon behajtani Ki van száradva? Egy újabb kört kértünk neki Oké, a balhés arcokat nem szolgáljuk ki erre felé, mondta, a csapos Figyelj, hát az a csávó nem igazán... Ó, várj, 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 várj most az a baj, hogy az erőnk az szerintem erős volt, ugye? Tehát az, az, volt így uh, hármas szinten. A manipulációs képességünk csak kettes szinten. Meg kellene próbálnunk szerintem az erővel rápróbálni erre a tesztre, mert hogy itt most teszt az erőnket. Azt mondjuk, hogy egy csávó nem mutatott tiszteletet. Ugyanúgy látta, hogy én is. Fickó megérdemelt egy leckén. Igen, de ő ide jár minden nap, maga meg nem. Látom, hogy rossz, rosszul kezdődik ez az egész így köztünk, úgyhogy figyeljen. Nyomozni jöttem ide, információért, nem pedig balhézni. Na, ezt én is kedvelem. Így mondja az öreg, akkor beszéljen. De viszont fenntartja a jogát annak, hogy válaszol, vagy hogy nem válaszol. Hát nincs itt szesztilalom, Véletlen? Nem számítottam rá, hogy alkoholba fogok botlani a szigeten. Ennek a csodának mi lehet a forrása? GTA kicsoda? Nem micsoda. Aha, de viszont a, a forrás, az ellátó forrás nem igazán kedvelni, hogyha felfednék, hogy ki ő. Személyazonosság és a többi. Nem mondom el senkinek. Amúgy is tudná. sheet használ, tehát hogy nő. Nő lesz az, akitől az alkohol származik. Bármit szeretnél még? Hát figyelj. Tudtam amit a Hawkins uh, raktár Mi házról? Mi tud arról a helyről? Figyelj, hogyha maga helyében lennék, én nem mászkálnék arra felé, mondja az öreg. Miért nem? Először is, is vannak plegykák. Ó, éjszaka, right. furcsa zajok vannak, ezt mondják itt a helyi tengerészek. Sikoltozások, sort of meg ilyesmi. Sikoltozások. És ez nem minden. Ja, hát igen, ugye maga a tulajdonosoknak a sorsa, hogy milyen sorsa jutottak, meg aztán így a babonák ugye szányra kaptak itt ennek kapcsán, hát nem, nem egyszerű. Többet nem mondok, mondja az öreg. Van még valami? hát a sötét vízszigetéről esetleg. Sarah Hawkins. Mit tud mondani róla? Tudjuk, hogy a kontinensen neki nagy híre volt. A festményei miatt. A mainland az gondolom... Várj, most egy szigeten vagyunk, és a... És a, Minek neveznétek a mainlandet magyarul? Nekünk nem tudom, hogy van -e ilyen szavunk, hiszen nekünk csak mainlandünk van, szigetünk nem igazán. Na mindegy. De nem, nem tudja, hogy miért voltak uh, híresek azok a festmények egyáltalán, nem érti meg, nem látja bennük a, Művészetet. De nem akar, ugye, Holtakról. Vagy ott, vagy semmit. Oké. Okay. Hát, az igaz, hogy furcsák voltak a festményei. De nem, nem, izé, mondasz rosszat azzal, ez a droga, hogyha igaz. És teljesen mindig választjuk? Az igaz, hogy furcsák voltak. A stílusától lett ő híres. Yeah. Ugyan, well, hogyan, is írnád le egy szóval, hogy ilyen megkínzott? Mi fene? Normal. Hát nem volt normális, úgy értem, hogy egy fiatal hölgyhöz képest, akinek gyereke is volt, meg minden. Láttuk őket az újságokban, azt mondtuk magunknak, ki festene ilyen dolgokat. Így látja ő a világunkban. Szóval kényelmetlen érezték magukat. Miatta? Hát magának is meg kell nézni saját szemeivel. Ugye yeah, tudja dönteni. Aha. Her Was it so Tényleg ilyen durvák voltak a nő látomásai? Hát ahogy én látom. Az igazság az. a perspektíva kérdése. Tehát, hogy honnan nézed? Aha. Hogy érti ezt? Még mindig megbízik-e az igazságban egy üvegviszki után. Jól van, eleget kérdeztem Sáráról. Van még valami? Miért Stranded whale hívják ezt kóbor, mm, kóbor bánának ezt a helyet? Hát jó régóta itt lett már ez a pár. Ez a kribo. Ez a fajta, csávú vagyok. A név, név Uh, sötét szigetének aranykorára emlékeztet minket. Back, the It... mm, tehát amikor ilyen nagy utazásokat tettek a bána vadászok itt, és uh, utána visszatértek hónapok után, uh, bűzöttek az olajtól, gondolom, hogy a bána olajától, halolajtól, meg ilyesmiktől, meg rengeteg húst hoztak Was az a, Hát kemény idők jártak, akkoriban. De dicsőséges idők is voltak. Azóta nem ismernek olyan fajta gazdagságot. Hát jó, akkor. Rendeljünk egy italt, nem nem akarunk innen. Lelépünk inkább. Szebb a streaming, szia, szia mindenkinek. Partra vetett, bána. Nem a. Ó, igen, igen, igen. De akkor mi volt a... Mi volt a kóbor? A kóbor sokkal viccesebb, mint a partra vetett. A kóbor az a... Szintén hasonló szó, ugye? Stray! Igen, 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 köszönöm, Kiranda. Igen, igen, igen. Ezzel a nővel majd még beszélni kell. Valóban a stray című szóval kevertem a Strandiden. De viccesebb lett volna minden esetre a kóbor mert a helyiek akár tarthatnának tök menci bálnákat is itt a part környékén. Beszéljünk, a helyi nagyon... A helyi hármasikrekkel! kell? Ó, van fiúk. Kedveni a dalunkat? Kérdezik. Igazi szirének vagyunk, mondják a csávó. Hát nem vagyunk prók, de azért beladunk mindent. It's a van. az mm -hmm, emlékezteti őket ez a dal arra a korra, amikor még tényleg uh, parttól, távol bánára vadásztak. Uh, jó, uh, a Hawkins családról Én tudnának e valamit valami valami mondani? A Csak ugyanazt, az amit eddig I is tudtunk kb. Ó, oh, igen. Tehát volt valami csodálatos fogásnak nevezett esemény 1847-ben, és akkor váltak ők nagyon gazdagán. Andrea a bobe, vagy böbe, Ki tudja? Szerbusz, üdvözöllek. Nem kéne a holtakról így beszélni. Nem mondunk semmi rosszat, csak... Annyit mondtunk, hogy Daniel Hawkins egy egész vagyont keresett kockázat nélkül gyakorlatilag. Na tessék, tessék, rosszakat mondasz róla. A bizéték az, hogy a csodálatos fogás az tényleg megtörtént. Nem igazán értem, hogy mit kell ezzel. Oké, okay, mi ez a dal? Soha nem hallottam ezt a dalt előzőre. Csak az iteriek ismerik. It a és pontosan a hatalmas fogásnak, It's a, a csodás building. fogásnak a történetét meséli el. Az volt a, az, a, az esemény, ami uh, megmentette a szigetünket. És hol van a bizonyíték? Hát mi vagyunk a bizonyíték, mondják It's ők. 1847-ben ilyen haltunk volna, Everything az nem történt volna. Minden pontosan úgy mondja, vagy pontosan úgy történt, ahogy az újságok leírták Az az újság, ami keretbe van foglalva maga mögött okay. Nagyapáink még uh, megízelték annak a húsát, és nagyon finom volt, oké okay. Mitől lett vége itt a bánavadászatnak? Hát a bánák miatt mindannyian eltűntek mi hát ö, levadázták az összeset, kérdezzük tőlük. Azt is mondhatnánk, igen, egyre kevesebb és kevesebb volt. Egészen a legutolsóig, ami a legnagyobb volt. És ez volt a csodálatos fogás. Pontosan? Jó, így már értem, hogy miért nevezték azt úgy. Viszlát, uraim, viszlát, ciao, ciao. És akkor ténylegesen itt van az újság, ami leírja ennek a nagy a történetét. Ez mm. visszatér. Uh, Darkwater... Mm. Ort. Mondjátok, már mindig elfejtem ezt a szót uh, kikötőjében, Hogy megmentse a várost az éhezéstől. Oké, okay, feladtuk már a reményt. Uh, a szkülla legénysége, legalábbis, ami megmaradt belőle visszatért uh, sötét vízbe a kikötőben ked délután, késő délután. A helyiek azonnal oda szaladtak a, a dokba, hogy üdvözöljék az utolsó hajót a szigeten. Az emberek teljesen el voltak ámulva a hihetetlen fogást láttán, ami a bátor ö, hajónak volt, ugye a fedélzetére vontatva. Olyan ö, méretű volt az a hajó, vagy mi ez a bána? fogalmasítja, hogy ejtik ezeket a szavakat, vagy ez a c a nem értem, hogy mi lehet például, de gondolom, hogy valami halászati elnevezés, valami faj téma. Várja csak. egy ö... ja, sokkal nagyobb volt, de mi az survey az. Ez lehet a neve valamilyen fajnak? Van olyan bána, aminek foga van? Nem, igazából mindegyiknek van foga. Nem, mert hogyha... Ha visszaemlékszem a gyerekrajzokra, amiket láttam gyerekkoromban a bánákról, akkor, hogyha kitátja a száját, akkor ilyen kis apró fogacskák voltak ott végig, nem? Úristen, veri big kakasos, igen. Szerintem Tutira van a bánának foga. Azt a rohadt, még soha nem gondoltam bele. De nem olyan, mint a cápának, hanem ilyen kis apró. És akkor lehet, hogy arról nevezték el, hogy ilyen apró fuga. Mert ugye nem mindegyiknek van ilyen, vannak ilyen. Mi a neve? Van, van olyan is, aminek ilyen uh, furcsán az ámbrás szert, tudod, aminek ámbra van a szájában. Sziláknak hívják. Igen, a szilák az, az ugyanaz, mint az ámbra. Foga nincs, szilái vannak. Akkor az teljesen más, amire ti gondoltok. Nem, nem, nem. A tengervíz szűrésére a kopoltyúját használja, igen, a hal, ami arra való ugye, hogy ne fulladjon meg a víz alatt, különben jó szarul járnának. És akkor így volt a fogascet elnevezés. Na tessék, Iván, köszönöm szépen. Fogascet ezeknek az átoknak a neve. 30 pont nyugodtan ö, járhat Ivánnak, hogyha esetleg valaki adna neki. Szilágnak nevezett cuccok vannak. Igen, 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 igen. Pinokiot nem láttad? De az volt kb. az egyik első mese, amit láttam, és nagyon örülök, hogy nem emlékszem rá, mert emlékszem, hogy megrébültem tőle. Nagyon kicsi voltam, még ilyen három év körül talán. Egyik első ilyen uh, Disney őrület volt, és nagyon nem szívesen nézném vissza azóta sem. Nem tudom miért, kisgyerekként nagyon félelmetes volt. Emlős gyökeres fogai vannak, a cápának rá nőtt fogazat. Na, 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 mondom, mondom én. Mondom, hát mert úgy volt rajzolva is mindig. Na, ugye, hát mondtam. Nem mondok én hülyeséget nektek, nem azért ülök ide a ticspertv.mókásra. Tehát annyira rohadtul nagy volt, hogy már is csodálatos fogásnak nevezték. az egész deket elfoglalta. Wow. Az egész, tehát maga a, maga a, hihetetlen hús amit fogtak a túlélő. Jézusom, túlélő tengerészek. Szörnyűséges történetét elmesélték ennek a fogásnak, de aha, tehát eddig eddig páratlan volt a minősége, meg a, a mennyiség ennek az ételnek, amit hoztak. Ki. Jó, oké, nincs kétség, hogy a hatalmas mérete ennek a bánának majd en megengedi azt, hogy a, az itteni lakosok végre tehát, hogy felszámolja ezt az éjséget, tudjátok, hogy e, tudjanak enni és az éjségnek ezzel vége legyen. Aha, amitől szenvedett már itt a sziget. Van itt kiadó ö, raktárház. Mr. Marks ö, kiadóvá teszi a raktárházát Júniustól a horgászoknak, aha, meg mindenféle raktár, raktári aktivitásoknak. Jó, itt az újságban felvetik, vagy pedig a kapcsolatot vele, vagy pedig a dokkokban találkozhatnak vele személyesen. Van itt egy ö, partra vetett bánában egy különleges esemény, egy este, hogy ö, megünnepeljék a bátor bánavadászoknak a visszatértét. Igen, a helyi krimó meghívja önöket a hihetetlenül ingyenes, kivételes tasting eventre. Ezt gondolom, hogy ö, a kóstoló lesz maga. Aha jöjjön a családjával, barátaival, hogy megkóstolja a csodálatos fogást. Minden személy kapni fog egy üvegolajat, úgyhogy nehezitáljanak. Mire használták ezeknek a halaknak az olaját? Gondolom gondolom világítani meg, talán még fűteni is valamit. Nem hiszem, hogy sütöttek volna benne, nem? szerintem valami világítás, meg ilyen témára lehetett inkább. De kit, mit tudtok ti a bánavadászatról? Szia, cica, fű, jó éjszakát, jó pihenést. Én nem sokat tudok róla. Ti biztos többet, mint én. Lámpa olajnak? Na, akkor jól tippeltem, látod? Bárná az egész deket elfogadtad, hogy a tengerészek szomorúan nézték vidáman pöfékelő tengeri emlőst. Igen, meg hát a kapitányt, akinek ugye utolsóként maradt a városban. Pipa dohánya és vidáman pöfékelt ő is a bánára kacsintva. Emlősök voltak. Mi a nők oda bent, hogy miről beszélsz? Iván mindig megjegyzi, hogyha nőket lát, de ne arra hogy ezek férfiak voltak. Ezeken nem kell beszélgetni? Itt van még egy férfi. Rímhámok, azt mondja. Oh, igen, mindenféle hangokat hall suttogni. Mindenféle lokáció, mindenféle helyszínen magára törhetnek ezek a dolgok. Micsoda, hogy... Ö, saját öntudata van, vagy valami ilyesmi, egészen még új... Ö, Olvasót nem talál. Miről beszél That's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks Talán hagynunk kellene, hogy elvegye tőlünk. Nem, nem, magában beszélt a egyébként, hogy nem, nem, mert, mert túl magas a kockázat. Tiszta tudás, bölcsesség és stb. ez a könyv. Uh, jó. És akkor többet nem lehet elbeszélni beszélni? Van valami könyv nála. Hangokat hall suttogni. Igen, de ezt már egyszer elmondta a srác. Követi az olvasóját, és mindenféle helyszínen megismétlődik. Aha. És az új olvasó megtalálásáig egészen meg fog ez maradni. Ezek szerint valami könyv van itt, ami vagy olvas egy könyvről abban a másik könyvben, értem. Mi van ezzel a nővel? In the of a nem látja, hogy egy beszélgetés közepében you, vagyunk. It. Megmondtam, hogy lépjen le. Nem is mondott semmit, most beszélek magával először. És egyébként is jó estét. Megmondtam, hogy beat it. Ugye ez uh, a csodálatos J.K. maxon volt egy nagy, nagy snágere, ez a beat it. Hát nem tudom, annyit akar a nő, hogy lépjünk le. De lehet, hogy csak nagyon szerették a Maxon urat. Oké. Okay. Akkor most merre? Menjünk el, szerintem nézzük meg a, a raktárházat. A nyomozás folytatódik. Megőrültek, ne rakják ezt az állatot vissza a vízbe. Ezek zsarúk, nem tudják megérteni. Idióták! Egységre úgy sem figyel ránk senki. Miért? Mi a baj ezzel az évvel? Emlős állattal? Oh, medicine. Mit jelent az, amikor a vér ko koagulál? Van ilyen szó egyáltalán magyarban? Nem tudom. De lényeg, hogy nemrég nem hallhatott meg az állat. Csak a szakértők tudnák megmondani, hogy mi ölte meg. Mi okozhatott ilyen Sérülést a hal, vagy emlős, vagy nem tudom, minek a testén De nincsenek olyanok, amik halak és emlősök? A koagulálás, az alvanás, köszönöm szépen Én reggel koaguláltam, az nagyon jó érzés volt Nem, nem, nem tudom, hogy itt kell még valamit kezdeni Miért kellett a medszínnel foglalkoznunk? Meg akarta volna menteni, vagy a halat, vagy a Vagy a sérülésből lehetett volna következtetni, mi történt Ó, itt lehet, hogy fel lehet feszíteni valamit Delfin az hal és emlős is. Én mondtam, de Iván nem hitt el. De. Jó, és akkor most van nálam esetleg valami, amivel... Ó, oh, magamra zártam, bocsánat. Mondnám valami, amivel világíthatnék, mert rohadtul nem látjuk ám, hogy mi van ide bent. Ez mi? Wow. Hello, old friend. Akkor most kaptunk egy üveglikört. Ez gyakorlatilag lopásnak bizonyul. Betörés és eltulajdonítás. Nézzünk körül, mit találunk még. Tetszik ez a kis keresgélés itt a városban, de örülnék neki, hogyha történne is valami majd, mert eddig még csak beszélgettünk a helyiekkel arról, mindenkivel ugyanarról, és nem sok minden történt. Itt van a helyiek védőszentje. Gásmáratja. Nézzük csak. Szent Brendan, a navigátor. Ez mi? Okkultizmus. Patron saint of sailors and travelers. Ki okay, védő szentje a tengerészeknek, meg az utazóknak. I can't even say which language it's written in. Ó, oh, és hogy ezt uh, megszentségtelenítették. Meg sem tudnám mondani, hogy milyen nyelven grafitizték össze. I have no idea what it says. Ötletem sincs, hogy mit jelent. I have no idea what it says. Jó, ezek szerint nem dobtuk meg az okkultizmus kockát. Nem tudjuk megmondani, hogy mit írtak rá. Kár, pedig vettünk fel néhány pontot arra. Csepész alkoholt lopni biztos, hogy lopás. Tudaj, forduljon talán a hatóságok. Hát igen, igen, jó a kérdés. Ilyen, ilyen, alapon mindenki legyúlhatna magának, nem? És akkor nem is kéne, hogy pénzbe kerüljön. Nem mondom, hogy laknék egy ilyen helyen. Nézd meg, mennyire... Mennyire... Ó, oh, ott van fent egy csodálatos épület. De mennyire para már ez a sok izé meg ilyen, nem tudom, ilyen helyeken csak a sárkányok laknak. Meg a bánák, amíg le nem vadásszák őket az emberek. Be a haját. Mhm. Mm maga Na, miért csináltam? Láttuk, hogy mit csinált a Szent Brendannal. Oh, megtanítjuk mi magát, hogy idejött a szigetre, és nevetségesé teszi a védelmezőinket. Hmm, ti hülyék, hát én csak most jöttem. Hogy tettem volna eleve ilyesmit? Most értem partot. Ez igaz. Olyan részegek vagyunk, mint az urak. Gondolhatja. El is mehetett volna előttünk, ugye ezt is a vettük volna, mondják. Ne be, alig bírnak felállni. Igaza van. Nem tudunk kiállni vele. Van, azt mondják, hogy itt érthető módon uh, idegesek ők. Ezek a bozók ott hátul. Mert hogy itt vagyunk mi, van a tönkretett szobor, meg ez a két bozó ott hátul mögöttük. Biztos, hogy ők kellett, hogy legyenek. Most, hogy erre gondolok. Van egy közülük, aki folyamatosan oda megy, meg ott, hogy nem mint hogyha ilyen őrjárat a szoborig meg vissza halkabban. Csak arra van szükség, szükség, hogy meghalljanak minket. Mi hozott minket Darkwaterbe? Kérdezik a vidám fiúk. Uh, miért is őrjárat ezek a csávók? Kik azok ott? Amúgy. Azok igazi gempák mondják. Ó, a saját területüket védik. De hát kíváncsi volnék, hogy ki elől mondja. Hát nem igazán van esély. Nem, a cat, nem a, nincs választásuk. Ó, kettől még jobban félnek, mint a, a részek, tengerészektől. Ez a kett, ugyanaz a nő személy, aki zsarolja ugye védelmi pénzért az öreget, akivel az elején találkoztunk. Bár hát csak megölnék egymást, mondják. És ki ez a cat? Is it cat who's shaking down Captain Fitzroy? t Fitzroy? Oh, ó, oh, várjon, várjon egy percet. Mi nem mondtunk magának semmit. Egyáltalán semmit mondják a részegek. Oké. Brendanról Brandonról meséltek már. Ez a helyi szent, ugye? Őt reprezentálja. Hát, azt, hogy helyi? Nem, maga, csak nem lenéz minket, mint ahogy mindenki itt a, a, a szigeten. Nem tudom, ezt miért kérdezték. kérdezték. Like uh -huh. Ő védelmezte Szent Brandon. Hát nem tudunk meg semmit. <laughs> Egyébként róla többet. Ugyan mondták el, hogy olyan védelmezőjött a helyi tengerészeknek, utazóknak, meg a bánavadászoknak. Szóval most nem igazán van melótól. Minden városnak igen köszönöm. Nem, igazán van meló. Ja, néha néha nál vannak azért teendők, amiket el kell végezni, de mióta leállt itt a a vadászat azóta, hát nem nem nagyon van munka. Szóval iszunk. értem. Szóval itt laktok. Elég furcsa ház. Igen, itt lakunk a mi, a hajónkban. Attól, mert nem lebeg többé, attól még nem hagyjuk el. Oké. Okay. Akkor Akkor szevasztok. Most már eleget raboltam az időtöket, akkor később találkozunk, mondják. Ez csak volt a piac, nem bántam őket, ugye? Nem, hát... Egyetem volt, hogy részegek. Még mondták is, hogy részegek. Na maga a kicsoda? Mit mondom, kérdezi? Mi kérdezi a tiszt? Ez miféle tiszt lehet? Uh, mit csinál itt a rendőrség? Azt hát, hittem, hogy a Hawkins ügyet, hát, ügyet már lezárták. Ez így is van. Hát akkor miért is őrzik ezt a raktárházat akkor? Ki az, aki a kérdéseket teszi fel ezen a helyen? A, a turista vagy a zsaru kérdezi a csávó? Uh, Oké, okay. hmm. mit tud a Hawkins ügyről? A Hawkins család haláláról mit tud még elmondani? Hát nem többet, mint amit mindenki tud. Én nem voltam az ügyön rajta. Halálra égtek mind fent a lakásukban, vagy a házukban. Oké, okay, szóval fejébe se vegye, hogy felmenjen oda mászkálni, mert rohadt veszélyes. És azt hogy érti? összekövetést Andrea Bobénak. Uh, szóval, hogy az egyetlen, aki ott maradt, az, az öreg Silas. És elég rossz hatással volt rá ez a baleset. Elég kiszámíthatatlan lehet. Különösen, hogyha idegenek kezdenek el ott szaglászni az ingatlan körül. Szerintem ez egy kutya, amiről beszél amúgy. Veszélyt jelent a köz népre? Vagy mire? Nem, mert a saját otthonában van. Tegye magának egy szíveséget és hagyja őt békén. Mondtam már, hogy lépjen le. Jó, többet nem fog nekünk elmondani a csávó. Hmm. Jó, megyünk be, keressük csak meg a, a csávók mögött. Az egyik mindig elmegy, akkor a másikat leverhetnénk addig. Várjál, hogy kell ezt a Fire Bigyót eloltani? Vagy ez mindenhol ott lesz most már nálam? Lehetsz olyan hülye, hogy ö, őrizetlenül hagyod a bejáratát a raktárháznak, kérdi az egyik a másiktól. Halkabban már. Mert nem mész oda a kethez és kezded a fülébe ordítani. Nem akarnám úgy végezni, hogy a kis tőre a torkomba áll. Ja, nem tőre, az, hanem stiletto, ami egyébként olyan, mint egy tőr, csak ezek szint más. Na jó, hát akkor ezt megbeszélték a vidám fiúk. Ez a kett, ez egy nagyon-nagyon veszélyes nőszemély. Uh, és akkor ezt csak ki kellett hallgatnom, ugye? Lehet, hogy itt értékes információkhoz jutottam Kell Bradley-vel beszélni, mint másodlagos objektív Bradley? De ki volt az a Bradley? Ti emlékeztek rá? Bökö a stiletto? Hát a lányoknak a karmai szoktak ilyenek lenni, tudod, ami Beszakítja a papírt és akkor, fú, elég ocsmány dolog az Jól tudom, hogy a stiletto nem éles, csak hegyes Aha, igen, én is, valami, tehát úgy kell elképzelni hogy Egy nagyon hegyes dolog Bradley, de hol találjuk? Van térképen elnézést uh, Journalben van térkép? Uh -huh. Inventory, Darkwater Ez itt Roy Mitchell, ez James Fitzroy Simon Hawkins, meghalt Károly is meghalt, és uh, Sára is meghalt és az öreg Stefan Webster bízott meg ugye a lányának az ügyében, a halálának ügyében, hogy mosuk tisztára az ő becsületét. Oké. Okay. Places. De nem, térképi ábrázolás nincs. Csak annyi, hogy ö, olvashatsz azokról a helyekről. Amiken már jártál. Meg lehet kerülni az egész helyet vajon innen jobbról? Mert akkor megtesszük. Jó. <laughs> a csávó rá közben itt hirtelen a megvilágosodott az élet értelmére. Látta, hogy mi történt a tengerészekkel. Na, ha csak nem akar balhét, akkor ne igazán, nem igazán kell itt mászkálnia, mondja. Um te nem vagy beszarva a főnöküktől? Láttam, hogy miféle üzeneteket küldözget a, a főnök asszony, ugyebár. Maga nem fél tőle. Persze, hogy félek, hát mindenki fél a a nőtől. Ah, de olyan kis halakban, mint én, ő nem, nem igazán érdekelt. Maga viszont, maga viszont elég. Sok minden, beleüt... Sok minden, beleüt... Sok minden beleüti az órát, és Ah, lesz, lesz gondja a nővel. Oké. Okay. Elhagyatottnak tűnik a raktárház. Mit érdekli őket annyira? Mm, szóval, hogy nincs kétség afelől, hogy ez egy területi kérdés, de én nem kérdezősködöm róla, mondja a csávó. Ha hát többet akar tudni, akkor kérdezzenek a kapitányt. Oké, okay, köszönöm. Bootleggers. Az olyan, mint a, a a bootlegger. Gondolom, hogy a mamelukiai a nőnek, nem? A... Ajaj... Fel lehet itt mászni? Hmm, a helyi gangster kolónia. I could use this old winch to lift the grating. But it's been completely taken to bits. There must be some spare parts. Wait, 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 igen, igen. again. ezt a chigat. Használhatnánk, hogy felemeljük a az alsó ajtót, de darabokra szedték, úgyhogy biztos, hogy van itt még néhány darab, amit ha megszereznénk, akkor össze tudnánk rakni. Van itt egy... Ez egy gerinc csigolya? Igen. Méghozzá... Hmm... Ez mi? Jó, ez, ez, ez kell ahhoz a csigás berendezéshez Pontosan ez az, ami nekem kell, mondja a csávó Ó, néz. néz, ó, oda néz Ott van a hihetetlen kurbli gépezet és akkor Le fogunk menni a raktárházba Mégpedig úgy, hogy megkerüljük itt a szituációt És akkor euh, pakoljuk rá ezt Pakoljuk rá azt is és lehet használni, nem? Még kell valami. Még valami hiányzik. Szia, Fidi! Mi a helyzet, hogy vagy? Szép estét mindenkinek! Szépen köszönöm, hogy itt vagytok nálunk ennek az új a kezdetekor. Ott is van valami. Jó, van egy Cogwheel, igen. Mostantól szerintem meg vagyunk mindennel, már csak ez hiányzott. Nem rossz eddig a játék, hogyha valaki szeret türelmesen nyomozgatni, de egyértelmű, hogyha valakinek mondjuk csak egy órája van, akkor ne ezt a sztorit üljön a fejtegetni, mert nem halad sem erre akkor vele annyi idő alatt. Felrakjuk oda a fogaskerekeket, és megforgatjuk a... Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this hand. Okay. Édes Istenem ezt a csávót vágott, tönkretette. Na és akkor most mi lesz? Melyik részét tört el? Ó, szarás. Várjál, fenti rész? Vagy valami... Lehet, hogy kell keresnem egy másik uh, fogó Mert hogy azt tört vagy nem tudom. A oh, úristen. Lehet, hogy máshonnan kell megszerezni, nem? Tehát, hogy például ezt, ezt le is téphetném onnan. Hát még nem tudom mennyire nagy vasgyúró ez a csávó. STR három pont az ötből, tudod. Szereted az ilyen munkás játékot is, mert a Plants vs. Zombies well, játékot well. mindenki ismeri. A little mouse has got lost on our turf. Ajaj, ajaj, kisegér elveszett itt a, a... mi területünkön, mondja a nő. You're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Mi adta nekünk ezt a hülye ötletet, hogy itt kezdjek el szaglászni. Uh, hát figyelj, én nem mondok semmit. Has the cat got your tongue? a cica a nyelvet Amit mondanom kell, az nem fog megváltoztatni semmit Sziasztok, sem. Gyorsan tanulsz, mondja a nő. Én döntöm el, hogy ki az, aki jön, bejön, és ki az, aki kint marad. És bárki, aki nem uh, tiszteli az én szabályaimat, hát azokat megbüntetem. Akkor te vagy kett, ugye? Is your name, megegyezhetnénk. What of it? Maybe we can come to Az understanding. Igen. Az igen. Maybe oh, Az mondjuk szarulhatott. Micsoda agresszív. Volt ott, vigyétek el innen. Lehet, hogy lesz problémája azzal, hogy saját lábára álljon. Oké. Okay. kezdek válni. Nem láttam ezt jönni. Aha, hogyha be akarnék jutni a raktárházba, akkor ezzel a nővel kellene először valamilyen egyességre jutnom. Vagy el kell bánnom vele. Büntes meg Kat, néni? az igen. A tömeg megőrül. Hát mi legyen? Azt mondja, hogy Bradley-vel kellene beszélgetnünk, de ki a fene lehet a Bradley? Ez Bradley, á. Ah, igen, magára is vonatkozik, uram. Menjen tovább. Figyelj, mit tudsz erről a 36-os raktárházról? Ah. Szavasz, Viktor. És so szia, what the fuck, a jöcegát, jó szia, kira, jó Szia, jó pihenés. Igen, ö, bemutatkoztunk, hogy magánnyomozók vagyunk, Edward Pierce. Jó, igen, szóval nem megy no, bele ebbe a játszmába, please, hat végezzem a munkámat. Jól van. Hát akkor bradley nem tudtunk meg semmit, viszont be kell, hogy jussunk a 36-os raktárházba, ami szemben van. A... mit tudom én, milyen angol, furcsa angol szóval, tengerészeti szakkifejezéssel. Le lehet rúgni ezeket a virám fiúkat? Mi van magával, hogy így mászkál itt, mint egy éhes kutya? Kérdezik. Láttuk, hogy beszélt a két izével. Fickóval, a két részegessel. Csőha. Azt mondják, hogy menjetek, halljatok szomjan mindannyian, legalább kevésbé fogtok bűzleni. Ezek a mamelukok nem túl jó arcok. Na figyeljetek, akkor megmondjuk, hogy mi van. ha uh, hazudjuk azt, hogy ket küldött minket. Ezzel az, ezzel az eloquence fogjuk itt uh, tesztbe rakni. Vagy mondhatjuk azt is, hogy ez az út vezet hawkins uh, raktárházához. Be kell, hogy menjek oda. Gondolom, hogy bonyolult lesz lebejöttem, ugye? Nem, elég, elég szintű ez az egész ügy. Takaró, hogy mondják. Egyáltalán nem lesz a szarnak minket. Akármilyen indokkal szeretnénk mi bevenni, semmit nem tehetnek értünk. Na jó. Kérdezzünk a, arról, hogy mit csinálnak itt. Ki ez az egész? Ki vagytok ti, bocsánat. Most hülye vagy, vagy, vagy uh, szándékosan csinálod. Mindenki tudja, mindenki ismer minket itt a sötét víz szigetén. jó, tehát egy kettnek a szolgálatában állnak, igen. Senkit nem hagynak bemenni az ő területére. Na jó, uh, ti voltatok esetleg, akik uh, a szobrot tönkretettétek? Szent Brendan? Miért gondoljátok, hogy... Miért gondolná bárki is, hogy mi tettünk ilyet? Nem vagyunk vadállatok. És mi gondoltok, hogy mit csinálhattam? Tengerészek, akár maguk is tették. És kit érdekelne egyébként is, tehát hogy a tengerészek saját maguk értem. Jó, és kettek dolgoztak amúgy? She's főnök mi a kulcsikokon keresztül hallgatózva. Says, igen, ő a főnök. Ő mondja meg, hogy ki megy be, és ki nem. És elmete hülye. Elég, durva lehet ez a nő, hogyha I igen, két ilyen fickó is, mint ír, itt remektek miatta. Ó, <coughs> oh, kicsit átrendezte az arcát annak, aki gyakorlatilag uh... Tudjátok, mint egy Joker, gondolom, én. Átrakította a mosolyát annak, aki... Vagy a fogait verte ki, aki be akart ide menni hát, legutóbb. Jó, Na, nem, jó, a fogait verte ki. Nem, 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 tényleg, a fogait is kiverte, és vágott is neki egy új, új mosolyt. De most már csak a bal arcával képes mosolyogni. Tehát akkor tényleg egy ilyen nagy a mocsok ezen nő Hazudjuk azt, hogy ő küldött. I've got to get ne kell A főnöket like küldött. Oh, yeah. Ó, és And miért nem mondott she semmit nekem erről? She sent me to see who's her Engem küldött, hogy... Uh, az a dézsmál? Valami ilyesmi lehet, nem? Engem küldött, hogy megnézzem, hogy ki Dejzmálja a raktár tartalmát, hát a dolgait, mit tudom én. Nem tudom, hogy miről beszél. Nincs bizonyítékom, amivel alá Az árut, igen, köszi. Ha nem tudok megszabadulni ezektől, akkor nem tudok bejutni sem. Rambó 87, igazán köszönöm a tizedik hónapot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rambo, neked ez a, ez a név a régi neved, vagy ez most egy új, új felhasználó név, amire váltottál? Igazán hálás vagyok. Nagyon látunk a csatán, hogy nem is ugrik be ez a Rambo 87 név. Ne, ne haragudj meg, egy 10 hónap alatt azért csak meg szoktam jegyezni a, az embereket, csak nem váltottál. Inkább megkérdezem, mielőtt nem ismerek fel valakit. In inkább legyen kellemetlen, hogy nem emlékszem valakire, mint hogy... Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Régi nevén Szilveszter? Hát már lehet akkor. Már lehet akkor, hogy névváltás történt. Elég régóta van. Mi mióta régóta? Nem kötegszem, nehogy félreérts. Be kell jutnunk valahogy oda, próbáljuk meg erről intézni még egyszer. Nem gondoltam volna, hogy ennyire körülményes lesz a raktárházba való bejutás. Még bujkáltam, akkor meg már véged volt. Ah. Stalona? Nem, nem, nem. Vágtam egyébként. <laughs> Nézi, tudok, cseten nem annyira aktívan építkezés, stb. még mindig. Jó, úristen. Mióta csináljátok? Felmászunk oda, hát ha esetleg valahogy működésre tudnám bírni a szerkezetet, ami itt van. De nem, ez bizonyára bizony, örökké elromlott állapotban marad. Emlékeim, hogy ezek a részek voltak hosszúak, de én imádtam nézni ezt a gémet. Hát, nehéz, nehéz, mert... Fogalmunk nincs, hogy hogyan jussunk be a 36-osba. Uh, ha csak nem kezdek el bunyózni azzal a két szemétládával. Lehet, hogy egyet még ne tudnék teríteni. Kettet már, kettőt már nem hiszem. Beszélhetünk az öreggel is egyébként, hát ha ő tud valamit mondani. Szerintem az Chaos 11-20. Egy éve megy az építkezés. Jó, oh, Istenem. Akkor már azért rendesen uh, várhatjátok a végét. Ez öreg már nem fog, ez a csávó már nem fog mondani semmit. Itt átmehetek valamerre? Oh, wait. Nézd, van ilyen izé. Sarok mögül kibúvás, hogyha jobb kliket. Rákok, nézd. Wow. Nézd, úgy megy, mint egy rák. Négy pár láb, meg kettő módosult. Tíz pár. Összesen. Az az öt. Az 10 Összesen. Mármint, hogy öt pár. Értek. Na jó, nem tudom, hogy mi lesz itt. Figyeljetek, nem akarjátok izé? Hárman rájuk megyünk, megverjük. Hárman erősebbek meg vagyunk, mint kettő. aztunk kérdezik. Mm, ki az a... Oh. Aha ez a cat? Ezt már megkérdeztük? Ezt már meg... Jó, akkor mondjuk azt, hogy... Ö... Oké, okay, van egy ajánlatom, ami talán érdekelne titeket. Oké, hallgatjuk. kicsit le kell foglalnatok azokat a srácokat ott átérve. Szóval minket küldesz be, hogy... Ö, a, a, büntetésedet átvállaljuk, amíg te csöndben intézed az utcadatot bent, a dolgodat. És ebből mi származik nekünk? Mivel lehetne titeket meggyőzni, hogy segítsetek? Csak egy dolog van, ami elindít minket. Az biztos is. Ó, pia kell nekik még több. Hát figyelj, van egy üveg nálam. Nézzétek, csak mit találtam, csak nem whisky. Aztán jó csábú vagy te, mondta. Köves, oké. Okay. Van valami fegyvere? Te ne bűvízz a, a fülembe. Well. Ami nagy vascsővel, azt dugjuk fel hey, nekik. Ussoljatok, mert átmegyek! Még késed I van, csak I nincsen? No, no, Mit csinálsz? <laughs> Jó, amíg ők ott mennek és verekszenek, addig mi bevegyünk a raktárba. Ha már máson nem sikerült, akkor innen, innen mégiscsak. csak. Azt hiszem a... A, tudjátok, mi. Hmm, nem lehet felmászni. Kialudt az öngyújtónk. Mielőtt bemennénk itt, azért nézzünk be az ablakon. Wow, zöld fényjel, lobogó dolgok. És. Oda kell, gondolom, bemennem majd lentre. Jó, lássuk. Lássuk, hogy ki tudjuk-e nyitni. Róad túl sötét ez a rész. Megoldhatták volna, mondjuk... Oh, édes Istenem. Megoldhatták volna ezt úgy is akár, hogy nem ilyen kockadobós rendszerrel Nem biztos, hogy kockadobás, de értek, hogy mit tudok. Ez egy RNG az, hogy bejutsz-e vagy nem a kúráns karakterpontjaid elosztásának függvényében. Most uh, vagy bejutsz, vagy nem, hogyha nem jutsz be, akkor kereshetsz egy másik utat befelé, ami egyértelműen itt egy szívás, mert... Fele tudja, hogy hol találom meg az utat befele Megoldhatták volna akár egy mini játékkal, mint a Skyrimben tudod egy ilyen uh, zártöréses őrületet csinálni, hát... Nem tudom Azt hittem, hogy fel tudok menni a tetőre, de túl nem Zoey, itt van még, hogy már? Nagyon várjuk, hogy vége legyen, belülről már szinte kész mostan a kert, terasz, Uú, Az is még egy jó meló. Az is, az is egy komoly munka. Hát kitartást kívánok nektek továbbra is. Azért, ez már eleve egy nagy dolog szerintem. Hogyha... zavartanul lehet végezni. Az építkezést. Mind anyagi biztonságban. Mind úgy, hogy... Ö, olyan csapatokat fogadtok fel, akik nem átvernek, nem kontármunkát végeznek, az manapság már eleve ezek tök nagy dolgok. Nem tudom, hogy hol menjünk be, kacok Ez ennyi? Á, semmi Zoe, csak gondoltam megkérdezem, hogy vagy. Hát még a kucsi is itt van. Egész este vártuk, azt nem volt sehol, szevasz. Kacok, én nem tudom, mit csináljak. Hát össze-vissza mászkálok itt. Hát ráakadok valami további utási pontra. De nem. Nem tudom. Ugye bejön az ember, próbálja kinyitni az ajtót, egyértelműen be van zárva. A zár nem fog ö, beengedni, nézzünk be az ablakon, hát ha valamit találnánk. Hát talán a tetőről bele törött létre, mert nem volt egy kis ajtó a föld. Fölött? Ja, az egy ablak, erre gondol, sajna ez nem. A törött létre pedig nem enged fel minket oda sem. Itt ezzel sem tudunk mit kezdeni. Mi a szart akarnak tőlünk? Most idottam el, hogy jövök. Elaludt már egy gyerkőc? Én ilyenkor aludni? Hát igen, mondta, mondta, mostanában Riku, hogy nagyon korán fekszel, mert rosszul vagy általában, nagyon sokat sorozatozol, mentálisan ki vagy merülve. Ilyen dolgokat mondott Riku, aztán mondom, nem zargatlak. nem tudom. Nem tudom, már itt is megnéztem minden. Most rámenjek a két csávóra, aztán... Vagy vegyem vissza a piát. Most nem foglalkoznak velünk? Ú, de gonosz fejed van, haver. Azért ökörrel, ökörrel, mérnél egyet oda a homlokára? Mi segíthetne? Sorozatozás, dolgozás, animézés. Amúgy csak vicceltem ám. Mondjuk valami sorozatot tényleg említettél még te is a múltkor, hogy nézel mostanság. De nem mehetnék át itt keresztbe. Láttad, mi történt so a, a tengerészekkel? Igen, igen, that? igen, bla bla bla, jó. Keres segítséget, hogy bejuss a warehouse -ba. ez megvan. Itt már megcsináltunk mindent, talán ezt jelzi a bal alsó dolog, és kajak nem lehet itt átmászni a kocsi mellett, hát megőrül, ezt nem tudom, nem tudom. Most csak az, hogy annyi objektívet adtak, hogy jussunk be a 36-os számú raktárházba, ez elég kevés információ. Szombaton ment a piknikezés, Riku, Kiver, Üvi, meg te, nagyon bepunyattatok. Miért, miért nem vittetek ki valami szórakoztató játékot? Mit tudom én? Lehetett volna katanozni, meg egymás torkának ugrani egyből. Hogy bírt veletek steel? Hát azért három hölgyel. Mi a szart csinálják? Nem lehetem úgy ugrani sem. Nope. Egyértelmű. Semmi. Megőrülök. Megőrülök, gyerekek. Menjél már vissza? De hova vissza? Iván, a szigetem vagyunk. Hova akarják visszamenni? Nincs fellógatva itt valami? Hát itt lehetne tudod nyitogatni folyamatosan, de nem fog ez segíteni. Azt mondja, hogy más utat kell találnom befelé. Azt is gondoltam még, hogy esetleg itt felmászok a tetőre, de nem, az sem lehet. Itt lehet látni bent, hogy, hogy ott van egy csapó, ajtó, vagy mi, várjál? Nem, egy létre megy lefelé, csak csapó, ajtó nélkül. Ott valami lyukat lehet látni a távolban, azt lehet, hogy meg is nézzük. Lafonon is biztos könnyen be lehetne jutni. Vizsgáljuk meg a rácsot? Examinolni akarja a rácsot, Iván. Tessék, szabályos alakú. A vasrácsnak tűnik igazi. Igazi kemény vasból. Ez nem az a fajta vas, amit összeroppantasz. Két ujjal. Steel nem tudott jönni a giver, meg a szokásos? Ja, én azt hittem, hogy Steel. Ó, oh, igen, bocsánat, értelem giver helyére őt képzeltem. Sajnálom, hogy nem ment Iván, többet nem nézek neked rácsokat, jó? Hanem bánod, megvolt az Szevasztok, nálék, mi a helyzet? Visszajöttetek? Jó estét Rövid warframezés war történt? Itt a sikátoron belül Fú, skacok Hát nem sokat segít ez Iván iszonyatosan várta ezt a játékot, most mégsem tudja, hogy mit kell tennünk lehet, hogy ő is először látja esetleg? Ki tudja. Elmehetnénk, beszélgethetnénk az öreg kapitányjal. Parton évi van bereközt, nem akad kétes hírű, aki beenged egy csirkés szendóját. Itt van egy fickó, aki egyáltalán nem áll velünk szóba. Van itt egy uh, horgász, aki nem áll velünk szóba. Ez nem kellene itt valamit csinálnom? Ja, hogy már ki mert a rák kell állt, ugye? Rák, rák úr az, az nem fog engedni. Visszamegyünk az öreg uh, Fitz Gerardhoz, hogy mi volt annak a neve. Ott van fent. Nyers azt a fogás, pedig ott élnek. De azt jól teszik? Visszatért már megint? Mit tehetek magáért? Uh, figyelj. Az van, hogy nem tudok bemenni a raktárházba, mert odaálltak a mamelukok. igen. A személyes uh, tulajdonnak a uh, részei ők, amiket mondtam előzőleg. Mégis uh, elhagyatottnak tűnik ez az egész hely, akkor miért őrzik a bejáratát? Hát gondolom elővigyázatosság. Ó, a régi csatornák, igen, igen, igen

Tehát hogy lemehetnék a csatornába. Igen, öreg, pontosan ezt szeretném, de akkor ez azt akarja mondani, hogy amit ott látunk, fordítva, fordítva gondoltuk. Azt hittem, hogy bemegyek a raktárba, és utána mellette le tudok menni a földbe. Nem erről van szó. Meg kéne keresnem a csatorna bejáratát, és hogyha oda lemennék, akkor egyből mehetnénk, kijöhetnénk a raktáron belül gyakorlatban, értitek? Mert hogy mindegyik raktár kapcsolódik egymáshoz. Így már értem, hogy mit akar a játék. Csak azt nem értem, hogy hol kellene keresnem a csatorna bejáratot, hogy ez, az hogy működik még itt. De rá fogunk jönni, nem kell aggódni. Itt már még egy üveg piát nem veszek magamhoz, pedig egyébként megtehetném. Hát megint le kell kenyerezni a... valakiket. Tényleg elég durva, hogy itt... körbefejrődöznák ezt a szobrot. És nincs ötletünk még arról sem, hogy mit mondanak Mármint, hogy mi, 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 mi a feliratnak a tárnya Azt hittem egy nagy kígyó van itt, pedig nem Honnan indulnak csatornák? Ott lehet, hogy van egy ajtó Amit honnan érünk el a lépcsőn lefelé haladva és a lépcsőre hogy jutunk fel? Ezek itt el teljesen jól. Az a szerencsétlen meg ott mit csinál? Megverték a fickót és a másikkal, meg mindig izé beszélgetnek. Csatorna. Jesus. Hát, kacok. Innen sem nyílik, nope. És nem, minden sem nyílik. Szóval sosi jó jó pihenést, megőrülök, komolyan mondom. Ha hát mindjárt nézzünk egy volkswagen t hát. Csatorna, érted? Azt látjuk, hogy hol jövünk ki itt, de azt nem tudjuk, hogy hol megyünk be. Lehet, hogy ki tudja, lehet, hogy tök messze van a bejárat, lehet, hogy sok utat kell megtenni a föld alatt, pockányok között, meg ilyenek Vízben nincs esetleg csatorna. Pont arra gondoltam az előbb, azért nézegettem ott e Onnan állva erre felé, hogy Több játékban ugye láthattuk már Azokat, hogy hogy egy nagy, nagy alagút, és akkor a vége itt beleér a vízbe, ugye a szennyvíz erre folyik ki De amikor itt álltam, ennél a háznál, és így néztem erre, én nem láttam egy ilyet sem oda a halhoz nem is mehetünk oda, szép nagyot harapott rajta valami Ki tudja mi lehet Biztos valamilyen eldritch, eldritch szörnyeteg Igazi Lovecrafti horror Szarás, hát ezt nem hiszem el Jaj, de merre menjek gyerekek, mi lesz ebből? Hát a fél életem elmegy azzal, hogy nézem a földet és bugnácsolok a városban Találj segítséget, hogy bejuthass a warehouse-ba. Ez a csábó még mindig nem beszél velem. Kapitány nem tud, esetleg még megnézzük, jó? Hát vagy beismerhetnénk akár a, a kocsmába, hát ha ott. Hát ha onnan nyílik a csatorna. Minden házban van csatorna, nem? Aha, szóval, hogy Hawkins. Ista Charles Hawkins was a heavy drinker. Alkoholista volt a Károly. És tartozott is itt 68 dollárra. Hiszen ő elég komoly családból, gazdag családból származott, nem? Lehúzod magad, te is ott vagy. Hát ez az, ez az. Hogy beszélni kettel, megnézi még egyszer, mit összeraktál. Hey, Mitchell. Micheal. Hozzá egy kis piát az új barátunknak. You don't know to fight, but at least you've got guts. Oké, jó vagy neked egy, mert, így a, hogy nem tud, hogy hogy kell, hogyan a de legalább van vér a pútsádban. Egyen guts. Ja, hát most már fajó pútsnak robban But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. Mm. Igen, It igen, nekem is fajó, blah blah blah, de mégis hálás engem, mit, ja fogyni, no. blah bla. Something that I respect. Szóval so understand by that, If I catch you again, you'll carry a more of our szóval akar minket, hogyha újra elkap, akkor egy kicsit hosszabb ideig tartó emlékeztetőt fogunk kapni. A, a találkozóról. Mondjuk meg neki, hogy mi hozott minket Darkwaterbe. Elmondhatjuk az igazat is. Maximum kiforgatjuk a beleit. A Hawkins család halála ügyében jöttünk nyomozni ide. Nagyon kedves magától, hogy csak úgy elmondja ilyen, ilyen nyíltan az igazságot. De nagyon hülye is magától. Úgy tűnik, hogy túl nem ismeri a környéket. Hadd adjak egy -e kis tanácsot. a túl ebben a patkányukban egy napon tovább akar túlélni, akkor próbálja elkerülni azt, hogy az első emberre, akivel találkozik, megbeszéli a dolgait. Hát jó. Azt gondoltam volna, hogy ez a nő lesz a legnagyobb beszél. Veszélyesebb, va van valami veszélyesebb, mint inni veled egyet? Nem viccelek. A régi családok, ők már sokkal régebb óta itt vannak, mint mi. És tovább is itt lesznek, miután mi meghaltunk. Az első bána van ezek leszármazottjai. Ezek az emberek igazán ö, tisztelik az őseiket, a felmenőiket. Ö, jó. Figyelj, kell neki is segítség, hogy bejussak abba a házba, raktárházba. Nincs szerencséd. Mert ez az én... A törföt minek mondanátok? Tehát az én, én területemem van rajta. Pontosan ezért jöttem hoznád amúgy. Most ugratsz, kérdezi. Hát uh, miért akkor megkockáztattam volna, vagy mi? Gondolja már át, hát láttam, hogy mire képes. Well, Látom, hogy komolyan mondod. Honest, szóval, business, amíg az én üzleteimmel nem, uh, nem szarakodsz, vagy nem szólsz bele, nem, nem, értitek, nem akadályozod. Addig engem nem érdekel, mondja a nő. De veled megyek. Oh, hogy megbizonyosodjak róla, hogy nem dugod olyanba az orrod, ami nem rá tartozik. Oké. Okay. Még nem fejeztem be. Ha ezt megteszem neked... Ah, értem. Szóval tartozni fogok neki ezért, azt mondja. Oké, okay, és garantálom, hogy mindig behajtom azt, amivel tartoznak nekem. I help Gondolkodj el ezen. Segítek neked, de cserébe. Nem, még nem. Váltok, elfogadjuk egyes, vagy keresjük meg inkább a csatorna bejáratát, kettes. Melyik legyen? Szerintetek szavazzátok meg ti. Ha elfogadjuk, akkor tartozni fogunk a nőnek, aki a helyi arcok szerint egy kicsit, kicsit durván veszélyes. A kettes az az, hogy megkeressük a csatornát inkább, és azzal nem kerülünk a nő adósai közé. Én a kettes preferálom persze, de úgy látom, hogy 6-ból 4-en azt mondjátok, hogy inkább legyen az egyes. Egy, egy, kettő, kettő, egy, 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 kettő, egy, kettő, egy. Hát jó. Na várj, mert az utolsó kettesekkel viszont már lehet, hogy egálba lendültünk át. 1-2-1-2-3-2-es, 3-1-es, 2, 3, 2-2-es, 2-1-es, ez tökéletes Egás, rációk. Akkor én azt mondom, hogy nem, 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 el. Én vagyok az utolsó szavazó. Ahogy gondolod, de szerintem vissza fogsz te még jönni, mondta a nő. Bemeltek ide? Nem. Hol lehetne elérni a csatornákat? Nem lehet megkérdezni valakitől? Lehet, hogy megkérdezik az öreg kapitány. Vagy érted, hogyha nem találjuk meg a következő három perc már a csatorna bejáratán. Mit tettek érted? Ö, hol van a, a ház? A raktárház. Igen, igen, igen. A zsaru áll előtte. Uh -huh. Darkwater. Oké, okay, láttam egy gyilkos bánát a, Lent a dogban. Holtam. És a tengerészeket eléggé felzaklatja a látványa. Ah, igen. Mi, mi a tengeri. tengeri fickó elég babonásak vagyunk. Uh, egészen annyira, hogy itt egy szobrot is. Elég zavaró módszerekkel ki. fejezitek ti ki, tiki a babonáitokban. Az hogy érted? A szobor. Az öbből bejáratánál. Brandon. Aki kíméletlenül. Várjál. könyörtelenül. Megrongálta. Megveti ezeket a tetteket, mert a, ő a védelmező. Nem tudja, nem tud, ki tehette. Én sem tudom, legalább annyira nem tudom, mint te, de azt, azt remélem, hogy meg fogják büntetni az elkövetőket. Oké. Okay. Mi jöhette meg egyébként azt a bánát? Nem sok, igen, egy gyilkos bánán, bánának nem sok ismert ragadozója van a, a táplálékláncban, ugye fölött állóan. Ez igaz, és általában nem is lehet azokat megtalálni itt a környéken, de... You're gonna take me for a fool. fogsz nézni. Nem, próbál, tegye próbára. The depths, Hallottál the már a mélységről? And the shelter creatures unlike any other. Oh, ezek olyan olyan árkok, amik, hát nyilván ugye, jó méren nyúlnak a földben, és olyan állatoknak adnak otthont, amiket el se tudsz képzelni. You're talking about mythology. <laughs> Indeed, you're right. Miről beszél Pont a csetet olvastam, csak hallottam. Jó, uh, miért teszik vissza a tengerbe? Igen, a rendőrség úgy döntött, hogy visszateszik. Meg kell, hogy őket. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? Ki mondja azt, hogy a kármi is okozta volna ezeket a sebeket, az már nincs a vízben, tehát hogy hülyeséget követnek el. És szerinted meg kell tartanunk. Igen, igen, mert legalább addig, amíg meg nem tudjuk, hogy mi okozta a halálát, tudjátok. Júzuk is, nem hallottunk a sztoriban. Jó. Igen, igen, igen A öregnek a wc nem csúszhatunk le, mert emlékeim szerint volt neki egy És akkor lehetne egy kicsit, tudjátok ez a, a Mondjátok már, hogy milyen Trainspottingos Event Mennénk lefelé, keresnénk a kupokat Valahol az óceán mélyén Keményen feldughassuk seggeinkbe Ez a fickó az kicsoda Jesus. Szerkezett újra megnézni, esetleg jó sem össze. Uh, nem nagyon volt más választásunk. Azt mondta a srác, hogy teljesen elrontotta. De nyilván az lenne, az lett volna a megoldás, hogy így azzal lemenjünk a földre. rá. De megnézzük még egyszer, jó? Kíváncsi meg kíváncsi vagyok. Hát vagy, vagy azt is meg lehet csinálni, hogy megnézzük itt még a... Ezt a részt, meg a halat, meg ilyeneket. Elég, elég csúnyán, de nézd meg, az a furcsa, látjátok, hogy ott is, mint hogyha körbe marta volna valami csápos lény, itt, itt abszolút olyan, kiharaptak volna bele egy rohadt nagy darabot. jó kérdés, mi okozta ezt. az Bence, szereted a segbedugdósos dolgokat? Elég furiás csinálsz vagy te. szeretném megérteni, hogy mit akarnak a játék készítői egy ilyen szintű szenvedtetéstől. Tehát, hogy, hogy, miért nem lehet a játékost egy kicsit jobban rávezetni arra. Mert most már, várjál, erről leszhetem. Nem. Most már tényleg full egyértelmű, hogy nem mi vagyunk olyan hülyék, érted? Szerintem azt érzen, hogy vagy mi a helyzet szép esti. Két óra alatt semmit? Hát figyelj, keresünk egy csatorna bejáratot. Igyekszünk, igyekszünk. Szerintem, az Dark Demon, szia mindenkinek, aki közben érkezik. Kacok, én nagyon keresem. Iszonyat mód benne vagyok a keresésben. És akkor volt egy hely. Ez volt az, ahol nem mehettünk be, ugye? Ezt akkor felejtsük el. Volt egy hely, ahol felmásztunk. nem mehetsz oda. Az öreggel megbeszéltünk mindent. Két csávóval esetleg beszélgessünk ezekkel matrózokkal. Hát ezek szóba állnak velünk. Visi még itt van. Hát ide ettem a már a fene egyszer. Hogy tetszik eddig a játék? Szarrá unom, de rajta vagyok. Ott van a nától, mondtam én. Tehát nem, nem, nem ártott volna a játékban valami esemény. Azon kívül, hogy csak megyünk és beszélgetünk. Mert ez nyilván, uh, stream barátság tekintetében nem a nem a legjobb. Uh, Ki jött valami ott balra, nézd meg. Ez nem tudom pontosan, hogy micsoda. Menj, a bárba, menj. Bradleyhez, Fitzroyhoz, ígúdis be a 36-os számú raktárba. Uh, uh -huh. Keres segítséget, ami bejutott a raktárházba. És mik a nyomok? Vagy mit tudnék itt csinálni? Ez a saját izénk, könyvgyújtónk. Van egy darab CP pontunk, ezt ha rányomom, akkor már is 30%-os lesz a meggyőző képesség. Hát vagy el lehet menni akár erő, okkultizmus, medicine, bármilyen irányba. Ezt validálom persze. Ezt a padlón, nem tudod valahogy felemelni? Arra ö, hivatott, le, lett volna hivatott a, a csigás készülék Teszek arról, hogy minden pixel, amiért fizettem Az látható legyen, igen, látjátok és akkor itt ö, Hogy hogyan rontotta el a fickó pontosan, azt nem igazán értem Hát csak. Tehát, hogy ott eleve nincs is rajta, a hát az a csiga az ott van fent. Ez miért van ott fent, hogyha itt lent az nem úgy működik? Hol akarja áthúzni? És csak. Ez nem is csigás ez a szerkezet. Hát itt valami nagyon félrement, haver, ez, ez nem ér... Én nem így nem raktam volna össze. Nem lehet itt a falat betörni, vagy, vagy bármit felmászni. Itt átmászni oda Na az például tökre egy, egy jó ötlet lehetne, hogyha itt azt mondaná a csávó, hogy Igen átlépem ezt a korlátot Gondolom nincs jump a játékban, ugye? Megnézzük már is a controls Keyboard Crouch Run, interakció az E-vel Lövés a bal klikkel Oké okay. Nem fog átlépni, pedig ott van egy ajtó, amit megnézhettünk volna de az esvince, első es is szeretné játszani? Én ciccel szeretnék játszani. Cicca! Az elég gagyi volt ma is szemmel nézve? Nem, 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 nem. Nem, már játszottunk egy csomó izé túl történetet, de ettől mélyebbre már nem akarnék menni az egész világában. Pont ezt, ezzel kapcsolatban már kifejtettem a véleményem a múltkor, hogy azért engem nem paráztatnak annyira a Cthulhu történetek, vagy hogy mondjam. Tehát igen, durva, hogy egy hihetetlen hatalmas galaktikus lény, ami akkora, hogy a fél univerzumot bármikor ketté haraphatná. Nem is tudami mi létezésünkről, és ez mennyire rettentően félelmetes, hogy ez a lény ez ott van, és akkor elmondhatatlan emberi elme által felfoghatatlan az ő hatalmassága, a neve kimondhatatlan, mert nem emberi elme számára feldolgozható hangokból, betűkből, vagy stb. áll. Mindenféle, tehát hogy mindenféle a rettegés fokozására használható kifejezést azt fel tudnám ide még sorolni ennek ennire engem egyáltalán nem tudnak megijeszteni ezek a sztorik valamiért. Nem tudom, ne, ne, rám nincs hatással Lovecraft irodalma, sajnálatos módon. Elismerem, király, ö, hatalmas, de valahogy rám a klasszikus értelmében a horrornak nincs hatással. Very big, igen, igen. Játszanál a cockal? Kösz, kösz, Ivan. Nem, menjünk, menjünk most már, akkor ennyi nem találtuk meg, hiába kerestük szana szél megint magunkat. A nőt, nő segítségét fogjuk igénybe venni, inkább legyen az, hogy lógunk neki. Ti szararcok, nehogy visszarakjátok azt a lényt a vízbe, megőrültetek, mondja itt az egyik. És itt lett volna tudod lent közben a... Vagy itt lenne valahol? csatorna bejárat. De nem, nem, nem. Hát egyébként meg, hogyha belegondoltok, tiszta logikus lett volna, hogy egy másik raktárba be tudjak menni, és akkor onnan tudjak lemenni, és hát nem tudom, hogy hol volt ez. Hey, Mitchell! A drink for our new friend. I owe you. Nagyon izgalmas, hogy később erre a része, nagyon nem emlékszem, annyira az ilyen kis házak körül keringtem sokat. I've got them too a kis háza körül keringtél sokat, vág Lehet, hogy ott lesz a megoldás. Nem ismerem a szerekot, de, de a Fogadóban nem tudom, hogy még valaki egy pajszerral. Hát, a jó Isten tudja, most ilyen pajszer, tudod mit? Mi most még végig kell mennem megint a, az egész beszélgetésen? Á, igen, be kell jutnom ide. Oké. Igen, 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 tartozni fogok neked. Uh,

Hát itt a tengerészekről beszél, hogy a kapitányaikat legalább annyira tisztelik, mint a szobrokat itt a környéken, de hát minden ugyanúgy végződik egy idővel, ugye, hogy. A szobrokat madárszar borítja be. Pont erről is szó, hogy milyen boldogok az egyszerű elmék, akik szak a szabadokat -e ezektől a tudásoktól, így kegyes tudatlanságok miatt rájuk a kozmikus borzalom. Igen, 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 Iván, igen, igen. Segíthetünk? Hát Bence? Most már, már mindegy. már elfogadtam, hogy adósa leszek ennek a helyi landlordnak. Minden rendben velem van. Szól a gengszereknek a nő. Nyám, 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 nyám. <laughs> Mindjárt odaérünk, semmi baj. Na, ide, így szépen. Én előre jöttem. És a sajtkészítők, igen, ők is boldogok. <gül> <gül> Bizonyám. Most a hát tényleg mindegy. Uh, hol lett volna a hely, Bence, te vágod? Megnézted esetleg, volt egy videóban? hogy hol lehetett volna a csatornába bemenni. Fognom kell még a kezed, o. vagy szinted megveszed egyedül is. Oké, ebben az esetben én okay. lépek. Most már eleget anyáskodtam itt a környéken. Jó. És ennyi, ide kell. Hallod? Ez az első olyan játék, ahol megkéred az egyik gonoszt, hogy jöjjön már, segítsen már be a területére. Mert már kikönyörögtem. Uh, okay, Mi lehet a kapcsolat e között, a hely között, meg a Sára, Hawkins hely között? Micsoda rekonstrukciós szénába kell bemennem? Hogy. Wow! Oda néz. Can't sleep. Nem tudod Hát azt tudom, hogy milyen érzés. Tehát ott van altató. Who az az ember, akinek elég pénze van, hogy fájdalom csillapítókat vásároljon, de aztán egy ilyen, helyen marad, mint ez. Ennek ez legalább olyan büdös, mint ahogy ki is néz. Aha. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? This Sarah Hawkins'? That could be one What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? This is a picture of The who is painting Petit Parisien. Who might keep a news clipping of Sarah Hawkins? Sarah is on it. Okay, we'll take a look and see if we can get Miért törhették. Igen, miért törhette be a... Oké, okay, talán megvagyunk. A tükröt valaki betörte. És így folyamatosan kapjuk a CP-ket? Tehát, ha azt mondanám, hogy... Uh, uh, Pierce, azt hiszem itt volt bennem. Itt most nem lehet kattintgatni? De, de, de lehet. Aha, akkor kettő CP-t kaptunk. És ha rámennék erre a szóbeli manipulációra, akkor egyből a hármas szintet már is feloldottuk volna. De ez tetszik, mert ö, jó lenne, hogyha a karakterünk egy kicsit ö, élesebben tudna bánni a nyelvével. Mi? Nem. Ne lépje ki, szépen ad hozzá ezeket a pontokat. Persze rá lehet menni arra is, hogy erő, és akkor tudod. Nem minden situból beszéli ki magát az ember, de... Talán néhány szitúban jó lenne. Jó, most akkor ennyi kész, és elhagyhatjuk a. Játszik, igen. Valaki berendezkedett itt, és akárki is legyen. Az biztosan, uh, jaj, ne, tud majd a Hawkings ügyről beszélni. Nem már. Van itt benne bárki, Braddy kérdezi, Nem mozdogjon. Oké, megmondtam, hogy maradjon távol ettől a raktárháztól. Detektív Pierce. Hmm. Oké, rábeszélhetnénk pszichológiával, hogy esetleg... Figyelj! Alkossunk egy csapatot. Dolgozzunk össze. Valaki más is érdekelt itt a Hawking's, Hawking's sztoriában. Ezt hogy rá, lehet megnyomni? Someone has settled in Nézzen körül valaki bevetett, bevette ide magát. Hát így magyarázni, hogy mit csinált ez a festmény például. Az a furcsa portré. Fár, ismerem. Hawkins kúriában volt, amikor oda mentünk a, a tűz után kutatni, ugye, vagy hogy mondjam, tehát nyomozni a tűzügyében. Szóval... Értem. Megerősítette a fickó, hogy a bűntet büntény helyszínéről azt elhozták azt a festményt. Szeretném látni a kúriát. Persze. Szeretném megérteni, hogy hogyan került ide ez a festmény. Oké, jöjjön a kocsim, ott van a... És akkor el fog vinni minket kocsival a kúriához. Hát eddig, eddig full ellenséges volt ez a csávó. és oh, meg hirtelen... Ó, oh, az is már megint itt van ez a nő. This case has to do with you, Baker. Működésre kellett volna hozni a Levert, Cogwheel és egy Ratchet Device nevű eszközzel azt a kártevékeny bizgentyűt. Mi? De hát ezt, ezt csináltuk amúgy. Uh, ezt megcsináltuk, csak aztán tönkre ment. Gondolom nem dobtam meg az RNG-faktort. Ott a sorrend volt a lényeg, hogy hogy kell összerakni, azt nem tudom, lehetett volna újra első, nem sikerült, nem lehetett leszedni róla. Ott nem jött fel semmilyen prompt, amivel lehetett volna interakciózni. Elég érdekes. Oké, semmi közelhez magának baker tűnjön el innen az utamból, mert blablabla. Bla, bla. Okay. You finally grown up. Ó, brat itt is végre növezted kettőt, azt mondja. Too bad, you're too fat to see them down there. Én kár, hogy túl kövér ahhoz, hogy lássa őköt ottlent. Why you? Come on. Keep the smile. You don't want to force me to widen it. Oké, fegyegetőzik a nő, hogy csak tartsa meg a mosolyát, biztos úr nem akarja, hogy kisélesítsem. Okay, I get it. Oké, megértem. Elvettünk a kurióz most már. Azt hittem, hogy... Uh, micsoda, hogy kiegyenesített minket? Itt mire gondol ezzel kapcsolatban, hogy most csalódott bennünk? De hamarosan újra találkozunk, mondja. Most nem igazán tudom, hogy mit hisztizik. Ez Messze van ez a kúria egyébként? Nézzen oda a helytetőre, maga mögé. Látja az épületet? Az a Hawkins kúria Menjünk, mert vezetni kell Van egy kis út, ami előttünk áll De ezt én gondoltam is, hogy az lesz Tehát lát, Amikor megpillantottuk ott a A skülla mellett, tudod, akkor már lehetett Tippelni, hogy egyetlen egy Egy ilyen ház, vagy minek nevezzem Kúria áll itt a környéken És akkor több mint valószínű, hogy az lesz az, ugye Szóval A harmadik fejezetig jutottunk el Ami a Hawkins kúriának A kertje lesz majd Pierce valahogy megoldotta, hogy bejusson a raktárházba. Arra a helyre, amiről, amit elhagyatottnak gondoltak, hát ott volt néhány meglepetés. Például, hogy valaki lakott ott nemrégiben, volt ott egy részben felégett festmény. A megzavarta Pierce Bradley Tiszt, Pierce pedig meggyőzte őt, hogy csatlakozzon a nyomozásba. A rendőr tiszt elviszi a detektívet a Hawkins kúriához. Ezt írták itt a loading screen alatt. Valaki nagyon liheg itt. Valaki van itt, aha. Kulcs csören és zavarja fel a fickót, aki eddig csak bámult befelé. Hát itt is vagyunk, a Hawkins kúrja, mondja Bradley Tiszt. Ezekkel a kiégett fákkal valóban elég kísérteties látványt nyújt a kúria maga. Tűz óta elhagyatott ez a hely. Csak az öreg Winchester van. Az... A, a... mi? A hatjában, a kunyhójában? Hát, vagy kutyaházában. Lehet, hogy az öreg Winchester egy kutya. Nem maga az első, aki Winchesterről beszél. Andrews is

Silas Winchester a Hawkins családnak dolgozott már olyan régóta, hogy amíg vissza emlékezni. Károly olyan volt számára, mintha a saját fia lett volna. A tűznapján elvesztette Silas is az egész családját. És nem tud hova menni. És mint ahogy látja, bizonyos módon, hát vigyáz rájuk. Akar még kérdezni valamit vagy, menjünk oda felfelé. Hát szerintem, én, és én azt hittem, hogy ez az egész leégett. Mi van? Ez hülye, ez egy csávó. Azt mondja, hogy nem látok uh, lángokra való. Tehát, hogy nem látok tűzre utaló jeleket, sem a fákon, sem pedig a kúrián. Meg jó megfigyelő, mi. Oké, gyorsan megfékezték a lángokat. Ott, a, az öreg Silas olyan gyorsan közbelépett, ahogy csak tudott. De nem olyan gyorsan, hogy megmentse a Hawkins ugye? A drawing room az, az melyik? Drawing room? Hát az most két, két tippem lenne a drawing roomra. Az egyik az a valami gardrób, a másik viszont meg az ebédlő. A kérdés, hogy milyen biztos, hogy ne. Gardrób? Aha, igen. gardróbba, akkor köszi. Ez uh... zavarja varja többé. a többé nyam Van még kérdése, vagy mehetünk uh, ennyit kérdezett még az öreg? Hát uh, tudnom kéne valamiről, figyelem kéne valamire. Én hogyha baj lesz, akkor jobban örülnék, hogyha fel lennék készülve. Ez egy bölcs hozzáállás. Ne, nem a rothadó, padló, meg a padlón, meg az öreg szilaszon, szájleszen kívül igazság szerint semmi miatt nem kell aggódnia. A fickó nem veszélyes. Tragédia óta mondjuk egy kicsit touched. Ez mit jelent, hogy meg, meg van érintve valaki? true Jó, hát egy szomorú idős férfi miatt nem fogok itt... Blablabla, bla, 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 bla. igen. Ugye, hát ez uh, teljesen szét, szét esik ez a hely. Nem fog, nem fog rávenni, hogy elhiggyem, hogy három hónappal ezelőtt ez a hely még jobban nézett ki. Nagyon-nagyon idős az épület tudja. Aha, tehát hogy az alapjait még akkor ásták ki, amikor az első telepesek megérkeztek a szigetre. Ja, és semmi köze nincsen ennek a helynek Hawkins Károlynak a, az adósságaihoz véletlenül? Ó, látom, hogy már szaglásztál. Már szaglásztat, úgy tűnik. A Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. Aha, a Hawkins család nem bírta fenntartani a költségeit ennek a háznak. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Még nem tudjuk, hogy pontosan hova lett a a a vagyonuk. A rendőr úgy sejti, hogy Károlynak az utazásai emésztették leginkább fel. Let's go up there. Menjünk, menjünk, ha csak nincsenek kérdések. Uh, figyelj, úgy tűnik, hogy jól ismered ezt a helyet azért. Maga az, aki ugye uh, a Hawkins ügyben nyomozott. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. Mi van? If been a law enforcement era. Ez még egyszer elnézés. Mit akart ezzel mondani? Jaj, nem lehet még egyszer. Na, én azt hittem, hogy kétszer is meg lehet egy beszélgetést uh, hallgatni. De itt a lényeg az volt, hogy uh, igen, nagyon meg akarja találni azt, hogy kihozhatta ki a festményt honnan arról a helyről, amit úgy a kúriában. Mindegy, ne vesztegessük az időt. Hamar, hamar leszállít az este, úgyhogy nem akarunk itt lenni, ha az eljön. Jó. Micsoda, magával megyek csak azért, hogy Silas is ugye megnyugodjon. Elfogadjuk egyes, vagy ne fogadjuk el kettes. Melyik legyen szerintetek? Bradley velünk jön, vagy nem jön velünk? Elég rúsnya teremtés, szegény Bradley. Mi se vagyunk szebbek Dark Demon. Adnál egy csomlóit, na gyere, elfogadom Krisi. Az finom cucc. egy 2 1 egy. egy kettő 1 Jó, hát akkor legyen így. Elfogadjuk. Miért ne? Tudna segíteni. Let's go. Na és itt el is lett mentve a játék. 23 óra 34 perc van. Nem tudom, hogy Zoli itt van-e velünk esetleg. Mert ma este is uh, tervezünk filmezni a Discordon. Én még lehet, hogy egy King Arthur epizódot ö, kibírnék. Csak azért, hogy ö, akik ö, korábbra akarták tenni ezt a játékot, hogy korábban kezdjük, azok gondolom, hogy reggel dolgoznak. És akkor nem menjünk bele most már itt a, a Kúria sztoriába, az legyen a következő epizód. Ó, ez egy kis fa. Na hát, felismeritek ezt az állatot? Bárány. Van a somlói, hova kell menni? Risi adja állítólag ah, bá, bá, Bálvány, igen Jó van Szóval uh, irányítottunk a sztoriban Meglepően unalmas volt a játék eleje, azt hittem, hogy egy kicsit azért jobban bele fogunk uh, Jönni a történésekbe, meg mindent, tehát azért a, a nyomozás az uh, még a Chicken police is lassabb, pedig ott, ott sem egy olyan szuperpörgős esemény sorozaton megy végig a, a, játékos. Itt aztán tök nagy területen kell beszélgetni ugye mindenkivel. Nem baj az, nem baj az, mert megvan ennek is a maga szépsége, de egyúttal időt is kell szánni arra, hogy a, a játék felfedje annak történetét. Tartunk egy kis szünetet majd, és utána pedig még a King Arthurral megyünk előre legalább egy missziónyit, utána pedig még a Discordon is fogunk filmezni. Hát na, a... nem volt egy erős nyitása ennek a játéknak, annak ellenére, hogy rengetegen voltatok kíváncsiak rá, egyébként nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, aki, aki jött. Én abban reménykedem, hogy hogy itt a házon belül beindulnak már az események, hogy bemegyünk a Kúriába, és akkor ott ránk, ránk szakad. Elsőre a halász falunál feladtam, de szerencsére folytottam aztán. Na hát ezt mondom, igen, bigacsiga, hogy könnyen ö, elrettenti a játékost az ilyen fajta kezdés, mert hogyha nincs meg az a kicsit nagyobb inger egy játék elején, akkor elgondolkozol, hogy jó, de nem is lesz, honnan tudnád? És mi van, hogyha unni fogod később? Tudod, feleslegesen teszed bele az időt? Na hát ez az, bár bizonyos szempontból az is ö, rossz, hogyha a játék ő, totál elhiteti veled, hogy fú, fú, izé, és aztán hirtelen meg ilyen alább hagy, és akkor, és akkor meg olyan, nem tudom, olyan csalódás faktor lesz, tudod. Jó éjszakát annak, aki megy aludni, szia Csaba, ciao Szóval nem rossz maga az alapsztori, és kíváncsi vagyok, hogy mi történt ezzel a családdal, de még azért odébb van szerintem, hogy ez, ezt így felfedjük. És Bigacsiga azt nem csodálom, hogyha, hogyha, esetleg feladtad, és örülök neki, hogyha viszont azt mondod, hogy a folytatás, tehát olyan ennyire, hogy... Ö, na, hogy akarom mondani? Hogy mondjam magának? <laughs> Úgy magyaráz Taki Árpi, hogy folytatod és akkor, hogy az, az akkor már tök jó lett, ezt akartam mondani. Na, egy kicsit átmozgatom magam, ne aludjunk be, mert már 7 órája megy a stream itt nálunk, és még azért szerintem fogunk belenyomni egy jó másfél órát. Köszönöm szépen minden kedves vodnézőnek is, hogy megnézték ezt a részt. Hát remélem, hogy a későbbiekben is velünk fogtok tartani, mert állítólag a játék azért fel fog majd még pörögni, és én ezt nagyon várom. Egy pillés, jövünk vissza.